Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Torkos csütörtök, ugye? És hát rengetegen mennek étteremben, azért foglalkozunk ezzel a témával 9 óra után, hogy egy kicsit mindenki okosabban mehessen ma este. Ugye Torkos csütörtök miről szól, olyanok is eljuthatnak étterembe, akik egyébként nem. Ugye alapjából erről van szó. Így tehát van. Hogy az egyszeri étterem látogatók, akiknek nincs pénze, nincs lehetősége, 50%-kal olcsóbban mehetnek ma vacsorázni. És az emberben mindig felmerül, hogy a különösebb promóciós érték egyébként az étterem számára nincsen, hogy belelép a Torkos csütörtökbe, akkor mégis mi a fene éri meg neki ebben? Silányabb minőséget teszik-e az ember? Átvágnak-e téged, mint rutintalan éttermest, ugye, aki nem jár sűrűn, már a rutinos ugyanúgy át lehet vágni. Mivel csalnak az éttermek, csalnak egyáltalán, és nem csak Torkos csütörtökön, egyébként is hol realizálnak ők úgy hasznot, hogy te ártatlan vendégként nem is tudod, hogy te mennyire át vagy vágva. Hát azért van néhány olyan trükk, amiről már mi is beszéltünk hát sokat, de most ismerünk, így persze. Van, de most azért elé került még más is, így a Torkos csütörtökkel kapcsolatosan. Én azt gondolom, hogy két étterem van. Az egyik étterem az azt mondja, hogy ez egy jó reklám lehetőség, és megcsinálom. De egyébként miért reklám? Hol reklám? A másik 500-al együtt vagy egy kalap alatt. Mi a reklám? Nem, tudom, kiteheted az ajtód, hogy nálunk hogy a Torkos csütörtök. Anyagilag ez megéri? Nem. Nem éri meg. Szerintem így nem. És itt jön a másik kategória, aki azt mondja, hogy Torkos csütörtök van, gyertek be 50%-on, hiszed azt, hogy 50%-on vásároltál, de mondjuk lebutítom az alapanyagokat, más lesz az adag, amit adok neked, esetleg... És még azon is keresek így akkor. Így van, még trükközök egy kicsit az itallal, itt egy éttermes kolléga, a volt szomszédom írta egyébként, hogy az étlappal azért nem tudsz trükközni, mert most már az a szabályzat, hogy a Torkos csütörtök előtt maximum 2 héttel változtathatsz étlapot. Aha, ezt valaki ellenőrzi? Na most az a másik különbség. Hát, van egy étlapom, én a Torkos csütörtök szerdáján kinyomok este, a paplanom alatt egy új étlapot kirakom, akkor majd jönnek az ellenőrzők, azt mondják, hogy eljel, 3 héttel ezelőtt a lencsefőzelék 850 volt, most pedig 1200. Hát, ez nem ugyanaz. Jó, oké. Már most mondjuk, hogy ne írjanak becsületes étterem tulajdonosok, ne írjanak becsületes pincérek, nem általánosítunk, ne vegyék személyes sértésnek. Mi nem azt mondjuk, hogy az egész szakmát le kell húzni a vécében, most arról beszélünk, hogy igenis vannak éttermek, akik átvágnak bennünket, gyanútlan étterembe járókat. Tudjuk, hogy nem mindenki ilyen. Nem akarunk általánosítani, de nem kell megvédeni itt a mundér becsületét, nem kell felháborodott hangvételű e-maileket írni, hogy mi lejáratjuk a szakmát. Nem, gyerekek, ez egy tény, mondjuk ki, rengeteg étteremben trükköznek, nyilván vannak olyanok, ahol nem, de mi most nem róluk akarunk beszélni, ez baromi unalmas adás lenne, és most jöjjön még egy étterem, aki ahol mondja, minden rendben. Írjátok le, hogy nálatok miért van minden rendben. Tehát ez senkit nem érdekel, nyilván vannak ilyen éttermek is. Na, van egy hallgatónk, aki nagyon sok trükköt tud, Laci, aki konyha technológus. Laci, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Te régóta dolgozol ebben a szakmában? Mert kb. 15 éve. 15 éve. Mit csinálsz pontosan, vagy melyik oldalon vagy? Mi konyhákat tervezünk, illetve séfeknek tartok továbbképzéseket, viszük őket külföldre, nagyon komoly éttermekbe. Két dolog van. A Torkos csütörtökkel kapcsolatban vagy el akarjuk zúrni a vendéget, szép szóval élve, vagy tényleg az étterem azt mondja, jó, legyen a okay. Egy nézzük konkrétan, tényleg, hogy konkrétak legyünk, mondjuk nekem van egy éttermem, én azt mondom, hogy beléptem a Torkos csütörtökbe, de kicsit meg akarom át akarom verni a vendéget. Hol vernek át engem gyanútlan étterembe járót, aki ma fogja a kedvesek kezét, elviszi, hogy 50%-kal olcsóban ehet. Mit csinálnak? Mondjuk a többi napon fönt van egy nagyon szép sárga csirkemell, vagy sárga csirkecomba, amit nagyon szeretünk az étlapon, azon a napon fagyasztottat adnak. Ez egy féláras rögtön. Tehát egy jó háztáji csirke frissen, csirkecomb kerül X-be, a fagyasz a fele. Igen, tehát meglepő az, hogyha mondjuk nincs zöld borsó télen az étlapon, miért? Mert télen nem, de nem a zöld borsó. Ilyen pofon egyszerű, akkor meg hirtelen ott van egy zöld borsó főzelék az étlapon. Tehát nem szezonális ételek vannak, ilyen apró dolgok. És akik tulajdonképpen elmennek Torkos csütörtökre, azok ugyan 50%-abban olcsóbban esznek, de silányabb minőséget, vagy rosszabb kaját. És még azzal az 50%-on is rengeteg haszon van, mert meg tudja csinálni, mit tudom én, hát pont most beszéltetek a kórházakról, 500 forintból meg kell csinálni neki 5 adagot, persze nem ugyanaz a tétel, de teljesen más étlapot kapnak. Aki meg tényleg a saját étlapjával megy, egy top étterem, vagy egy jobb minőségű étterem, ő meg azt mondja, hogy gyerekek, igen, bukok rajta, de ezek az emberek érezzék azt, hogy
megéri egy hónapban egyszer eljönni. Ez azt mondom a 9-10% az embereknek, vagy az éttermeknek, bocsánat, aki ezt bemeri vállalni. Tehát ha normális adagot adsz, és normálisan csinálod, nem jöhetsz ki jól, vagy nem, vagy nehezebb. Nem, mert akkor hétköznapokon is elcseszed a vendéget, már elnézést, hogyha ki tudsz belőle jönni. Nem tudsz kijönni 50%-ból, nem tudsz. Azt szerintem az lenne a korrektet, úgy kellene ezt visszaállítani, ami régen is volt, az 50-es években is volt ilyen egyébként, hogy amikor a farsangot lezárjuk, nagyot eszünk, azt mondják az éttermek, hogy gyerekek, eddig ide jártatok, szeretünk titeket, imádunk titeket, ugyanazt adjuk féláron, azt az egy napot a tulajdonosnak le kell tudni vállalni. Igen. Le kell tudni vállalni, hogyha meg tényleg azt akarom, hogy menjen az étterem, ezek általában a kifőzdék, és ott is van kivétel, ezt most nagyon kihangsúlyozom, vannak nagyon jó street foodok, akkor meg azt kell mondani, hogy igen, gyerekek, mi ezért csináljuk. De ugyanazt kapja. Hát de senki nem fogja fölvállalni, hogy azt mondja, hogy mi azért csináljuk, hogy átverünk benneteket, érted? Tudsz még mondani egy-két konkrétumot a mélyhűtött csirke ellen kívül? A risottót azt nagyon jól mondtad. Én is verek olyan éttermet, ahol konkrétan hétköznapokban előfordul az, hogy visszamegy, és nagyon kőkeményen az üsbe visszatolják a risottót. Ne! Nagyon tehát bejön a maradék, és azonnal vissza a közösbe. Én úgy tervezek konyhát, hogy én két napra beülök. Tehát én ott vagyok, és nézem, hogy a szakács jobbkezes, balkezes, a séf jobbkezes, balkezes, top konyhákat terveztünk. Ez fontos, hogy tud mozogni, hogy van a munkaterület, minél kevesebbet mozogjon, és láttam ilyet, igen, és tényleg nem egyszerű éttermekben. Visszatolja a risottót, nem tököl vele, nagyon szépen visszarakja. Hogyha az a fagyasztott sajttal töltött. Ne. Én nem akarok más után risottót tenni, eleve egy ilyen nyálkás, szétfő. Példának, én Magyarországon három helyen merek enni hortobágyi palacsintát. Három helyen, ahol tudom, hogy az tényleg úgy készül, tényleg megcsinálják, tényleg redukálják, tényleg pont ugyanúgy csinálják. A borokkal, arról ne is beszéljünk, simán, lájtosan. Ott hagysz egy fröccsöt, simán visszaöntik. Ne! A fröccsöt nem tudod visszaönteni. Ne, hát a fröccsben már szóda van, az visszaöntöd már egész már. Egy pohár, fehér bort a párom ott hagyva, az ő neki, nem? Kihúzod a dugót, simán elpárlog a széndioxid belőle. Láttam, ott voltam, igen, és bevállom. Na már ezt időzünk el itt, tehát visszaöntik a fröccsöt is, hiszen ha nincs rajta dugó, elmegy belőle, és ugye csak a bor megy vissza, kicsit vízezettebb lesz, de nem érzed a széndioxidot. A fröccsnek még jó. Úristen. Igen, no. Pálinkánál szintén. Tehát a pálinkánál jó helyeken kell inni pálinkát, tehát most direkt nem akarok pálinka márkákat mondani, látni kell, hogy hol milyen pálinka van, annak tudod az ízét, érted hozzá. Most valaki megivott három fröccsöt, megivott előtte egy aperitívet, lehet, hogy kicsikét beállt, simán kiviszik neki utoljára a lezáró ételnek azt az édesbort, úgyhogy föl van hingítva. Nagyon. És a hortobágyi az mi? Maradék ledarálva, megfűszerezve, ez akkor ez igaz? Sok helyen? Nem igen, mindenhol. Igen, nagyon sok helyen van. Én azt mondom, hogy én komolyan mondom, ahol hortobágyi palacsinta van az étlapon, tudom azt az éttermet, ahol nem szabad enni. Nem szabad. Na jó, de egyszerű lakadás után. Én annyira szeretem a hortobágyit. Azért teszik fel az étlapra, hogy az egy gyűjtő kaja, edd meg hülye, mert ez az elmúlt három nap hús maradék, amit mi ledaráltunk, és akkor fölraknak egy brassóit, egy hortobágyit, hogy legyen az úgymond gyűjtő kaja, amit még el tudnak adni még egyszer akkor? Nem mindenhol így van, de azt jó, hát nyilván nem, most mi azokról beszélünk, ahol. 90%-os esetben igen. Jó, de igen, átlag vásárlóként ezt honnan tudod? Mert te, aki ismered a konyha technológiát, meg te építetted, meg ismered a szakácsot, oké, de bemegy Balázs bárhova, ma sehol este. Gyerekek, én mondom, én vagyok az egyik az országban, aki annyi mindent evett már a tudtán kívül, hogy nekem még a vaníliasodót is körbeállták, ha valaképpen nem szeretett a szakács. Vagy jó, megbántottam a barátnőjét régen a Viva TV-n a megállóban. Igen, én beszéltem rá, és srácok, egy sonkás pizzát kért a Balázs rendelésre. Tudod, tehát én már szörnyű dolgokat ettem meg, én ebben biztos vagyok. Nem fogod felismerni. Nem fogod felismerni. Ásványvíz, például ezen a listán fent van. Ásványvíz, hogy... csapvíz. Tehát én egyébként híve vagyok a csapvíznek, tehát volt egy kimutatás valamelyik portálon, nem tudom, hogy hol, még az is lehet, hogy nem magyar volt, lehet, hogy az Investian vagy bárhol. Magyar ásványvizeket teszteltek. És nevetni fogtok, a harmadik kerületi csapvíz egy bizonyos területén, mert Magyarországon nagyon jó a víz, sokkal megverte a többi csapvízet, vagy a ásványvizet. Tiszta csapvíz. Én mindig azt kérek, mindig azt hiszok. Tiszta csapvizet kérek. Én kifizetem, nem erről van szó. Csapvizet kérek. Néha a csapvíz sokkal finomabb, mint az ásványvíz. Tehát beülök egy étteremet, nyilván minden mindenhol, de ott is figyeljem, hogy előttem bontják ki, mert ha a pincér sziszeg egyet és úgy bont, akkor az gyanús. Szerintem alap, tehát azt úgy kell, tehát ez a tálalási kultúra, tehát ott
ott nyissa ki előttet, mert nyitott üvegbe hozza, az már szerintem eleve gáz. Hát de a szóda, vagy a savas ásványvízzel is tudsz ugye trükközni. Eladtad, visszavitted az üveget, szóda bele, már ki is vitte. Én azt mondom, és még sziszek szedjet, azért az nagyon fapon. Mondott valami én azt mondom, rakjon ki egy szódás üveget, az modern is, tök jó, nem kerül olyan drág, tehát nem kell olyan sokba, nyomja ki a vizet, és egy szódás üveg szerintem az mindenkit meggyőz. Ő saját magának kinyomja, ennyi. Tehát lehet trükközni vele, és hihetetlen pénz van, mert én az ásványvizet nem is számolnám fel. Nekem csak annyi, hogy ne egyen meg más rizottóját, komolyan. Én kifizetem bármi, csak ne adják oda más rizottóját. Kicsit belenyálazott, kicsit belekapott, kicsit, hogy megnézte, nem ízlik, beletúrt hármat, vissza közben újra kijön. Finom, közölgő rizottó, és négyen megették már előtted, azért az nagyon kemény. Ott előttem tolta vissza az is, de ami éppen föltűzött, na majd akkor ezt belerakjuk, mint hogyha egy kis borsot üntet volna rá. Te ilyenkor egyébként szólsz, mert nem dolgod, tehát nem szólsz bele, hogy azért ez mégsem, nem? Nem tehetem, nem, mert nem ez a dolgod, én persze. Én élek, és én tényleg elmondom, hogy bunkó vagyok. Én ott elmondom utána a tulajnak, hogy figyelj, azért ez gáz, természetesen. De nyilván a tulaj adja ki. De hát a tulaj mondja, hogy gyerekek, visszatesszük, nem tesszük, nem a szakács egyéni döntése, hanem a tulaj mondja, hogy gyerekek, spórolunk, nem spórolunk. Az éttermek, amik mennek, amik tényleg tele vannak, azok normálisan működnek, ezt tényleg ezt ki kell mondani. Akik normálisan működnek és minden délben tele vannak, azok jók, és akik ilyeneket csinálnak, azok egyre jobban azért a piac, meg a szakma kidobja őket. Tehát miért van az, hogy azok a séfek, akik befutottak, ilyet nem vállalnak be, és odaáll a kamera elé, és igen mondja, hogy igen, igen, én ez vagyok, direkt nem mondok neveket, de ő náluk ilyen nincs. Hogyne, persze, figyelj, nekünk is így indult a megszólalásunk, hogy nem általánosítunk, azért a magyar gasztronómia az elmúlt 10 évben robbanásszerűen fejlődött, brutál jó éttermek, Michelin csillagok, kézműves dolgok, hihetetlen fejlődés. Most kapjuk a negyedik Michelin csillagot, tehát azért... Így van, csak mi műsorkészítőként nem gondolhatunk arra, hogy írjanak azok az éttermek, ahol minden rendben van. Tehát az egy nagyon helyes műsor lenne, dögunalmas lenne, nem lenne. Tehát mi most azokkal foglalkozunk, van jó sok kivétel, sőt, hál' Istennek egyre több kivétel, ahol ezt még mindig megcsinálják, hogy te mint gyanútlan lennék ma, aki elviszed a párodat egy torkos csütörtökre, hat helyen vagy átvágva úgy, hogy azt hiszed, hogy 50%-on ettem, de jó volt. Figyelj meg, hogy miből kapod, nézd az alapanyagot. Vagy 100 helyből 90 helyen átvágva. Azért gyerekek, az arány, ez kemény. De én azt nem értem, hogy a torkos csütörtökön olyan megy, aki egyébként nem mehet. A büdös életben nem jön vissza többet. Nem potenciális étterembe járó sokszor, mert nem engedheti meg sajnos magának. Akkor miért éri meg egy étteremnek mégis ebbe belelépni? Átvágom a vendéget, keresek rajta? Akkor keresel, ha átvágod, keresel. Akkor igen, akkor nagyon sokat. Nagyon sokat. Hát figyelj, van olyan étterem, ahol van 50-60 elekárt délben, meg mit tudom én, 50 szintén este. Ebből nem biztos, hogy meg lehet élni, hogyha nem reálisan gondolkozol, és nem reálisan gazdálkodsz. De hogyha ezen a napon van 500 vendéged, volt egy jó napod. Tessék, te mit nem eszel még? Mondj még két dolgot. Mit, tehát hortobágyi nem? Oké, okay. Brassói nagy közhely. Szintén az elmúlt négy év ipari... Igen, mi az, amit te kifejezetten kerülsz, mert tudod, hogy abban lehet turpisság? Van még ilyen a hortobágyi kívül? Mondjuk tengeri herkentyűket nem eszek, holott imádom, mert én imádok búvárkodni, és nagyon sokat járok ki Fügyire, és ott frissen megsütjük. De Magyarországon azt mondom, van 2-3 étterem, ahol lehet halat venni, mert Horvátországból behozzák. Halat eleve nem eszek étteremben, mármint tengeri halat. Poncsot, természetesen csukát lehet venni nagyon jó áron, süllőt, keszeget, tehát ez most nagy divat lett, de halat nem eszek étteremben. Azt nagyon mondják, hogy a tengertől 50 kilométerre, vagy onnantól kezdve már nem ér a friss tengeri hal. De miért egy jó minőségű mélyhűtött dolog a budaörsi piacról, ami mélyhűtvén és frissen megcsinálom, hát ezt lehet. Nem olyan lesz a minősége. Egyél akkor egy darab szalonnát, én zsidó gyerek vagyok, nem tagadom, én is megettem a nagyon jó kis habár szalonnát, nincs az a semmi probléma, most a szerintem... Mondjuk nem halízű, tehát hogyha igen, halra érdekes, hogy egyet tinta halat, akkor egyél szalonnát, ha szalonnát kérek, a szalonát eszem, csak nem olyan, mint a tinta hal. Tehát hogy az picit más. Itt Magyarországon nem kell lenni tinta halat, ahogy az egyik sébarátom mondta, miért? Mert nincs. Ennyi. Mert nincs tinta hal Magyarországon. Nincs baj. És akkor mi az, ami helyette jön? Tehát mi az, amit nekem bundázva eladnak szörnyű módon megsütve tinta hal karikaként? Én mit teszem egy ilyen a tinta hal maradékában ledarált? Fagyasztottat össze. Aha. Nem, ugyan az jó volt, ahogy kivették. A jégkristályok szétroncsolták ő neki a szövetszerkezetét, és egyszerűen az nem ugyanaz, mint amit Horvátországban leülsz, és reggel még úszott, most meg megcsinálták. Nem ugyanaz. Minek együnk ilyet, és minek adjunk ki csiliókat érte. Nem is értem. Ez most rend. Tehát
ez egy hülyeség, nem kell. Sushi nagyon kevés helyen van. Itt a harmadik kerületben, ahol élek, itt van egy nagyon jó kis japán étterem, senki nem ismeri. Dehogy nem, én igen. De nem mondom, mert be nem mond, ismerem. Tudom, melyikre gondolsz. Japán a tulaj. Így van, egy kis fejpántos japán. Így van. Japán áll a sushi pult mögött, és japán a tulaj is, igen. Vagy japán így van. Az a hal, amit te friss halként megeszel, az azért utazott egy pár napot ideért Budapestre. Nagyon kevés az, aki kimeri mondani azt, hogy jó, most erre az egy napra bukok, mit tudom én, 1 millió forintot, másfél millió forintot, bukom a bevételt, mert bukja. Tehát nem tudja előállítani annyiból. Fizikai képtelenség. Hát köszi, hogy elmondtad, érdekes dolog. Ez nyilván hangsúlyozzuk, sok helyen azért ez nem így megy. Most vendéglátósok, étterem tulajdonosok, ne haragudjanak ránk, vannak azért üdítő kivételek, sőt nyilván egyre több. De hát még mindig megvan ez a szegmens a szakmának, akik azért így gondolkodnak. Nagyon sok, ami tényleg jó irányba megy, és még bevállalja még ezt is, akik nem, azok meg gondolkodjanak el. Tehát, hogyha hazudik, akkor én mindig azt mondom, saját magának hazudik. Nem a vendég. Figyelj, ha ma három ember elmegy a torkos sütörtökre, és látja, hogy frissen sütött csirkemel, nem tudom, sajtal, és rájön, mély hűtött, és megkérdezi, az már nyertünk, mert akkor látja, hogy át van már. Még egy dolgot mondok erre, és szerintem ezt érteni fogjátok, amikor most iskolákkal foglalkozom nagyon sokat, tehát szakképzőiskolákkal, szakácsokat, ahol képeznek sok helyen, és megkérdezte egy oktató a gyerekeket, hogy milyen színű a csirkehús, és azt mondták, hogy fehér. Miért nem? Na! Nyilván hűlök. Hát ha olyan tápot eszik az a csirke, akkor fehér. Ennyire nem akartalak. Vagy elkapták, vagy megsértődött. Ennyire nem akartalak megváltani, igen. Ennyire durvákat nem. Na nézzük egy-két SMS-nék, hogy mik jönnek, mert hallgatóink írnak. Balázs, írjanak most azok, akik etettek már meg veled valami undorítót. Szerintem jönnének az SMS-ek. Tízig jöttek az SMS-ek. Hol volt, melyik étterem, kivel voltam, jó, és mit ettem. Egyébként tényleg kíváncsi vagyok, ha tudjátok igazolni, hogy ki ült mellettem, és valóban ráismerek, akkor szívesen meghallgatom, jó? Nagyjából van elképzelésem, hogy a közszereplők a szakács vérmérsékletéhez híven esznek meg. Jó vagy kevésbé jó dolgokat. Így van, már ha olyan a szakács, persze. Azt mondja, hogy felháborító, hogy rádióadásban ilyen dolgokat mondanak vendéglátó helyekről. 25 éve foglalkozunk vendéglátással, és soha nem csináltunk ilyen dolgokat. Gyerekek, ne vegyétek magatokra. Tehát ne vegyétek magatokra. Ez többször elhangzott ma, hogy ez nem általánosítás. Így van, de ti pontosan tudjátok, hogy van a szakmátoknak egy profi része, akik azt képviselik, amire felesküdtek, úgymond, és van a szakmának a hígabb része, akik viszont keresni akarnak. Tehát senki ne vegye magára. Lejárt kaja felhasználása minden nap, sokszor az előző napról megmaradtat újra gondolják. A vendég által meghagyottból csak én eszem. A fehérben, az a fehér mosogató. Dolgoztam már pár helyen a vendéglátásban, a sztori úgy folytatódik, hogy a pincér viszi a tányérodat hátra a mosogatóba, és megeszi. Éhes pincér nem tud dolgozni. Mire megkapjuk a csumit, addigra a pincér jól lakott. Van az undorító pincér kategória, akit az sem zavar, hogy már belettél. Az engem nem zavar. Az azt csináltok, hogy visszavitt kajában. Nem ér, egye meg a vendégem. Én kifizetem, én ne egyem meg másét, amit ödönke ott hagyott, mint rizottó, mert beletúrt és nem ízlett. Azt nem akarom megenni. Nem a kajával sporolnak, hanem például mosogatószerrel. Az 1000 forintos ANTS által előírt nulla feles mosogatószer helyett 300 forintos 5 literes semmit érő mosogatószert használnak. Hát ez nem csak a torkos csütörtökhöz, ez az egyéb. De apró kicsi kis. Igen. Nagyon bólogat. Ismerős veri. Persze. Mi nem is használunk. Hideg vízzel elcsapatjuk a tányérokat, és akkor kész van. Nekem édesanyám konyhában dolgozott Szegeden. Kimaradt pörköltből a húst kiszedték, megmosták, majd újra felszolgálták. A pörköltből kiveszed a húst. Meg? Hát, hogyha más pörkölt, akkor ne legyen. Tehát ne egyezen a szín. Atya, úristen. Egy helyen a bolti saját márkás vodkát töltötték át márkás vodkás üvegbe, ugyanezt ásványvízzel és csapvízzel is művelték. Azért nagyon keményen megbüntetnek a csapvizet, a ásványvíz helyett. Én bizony, úgy tudom, hát pedig sokan csinálják. Kell bukni hozzá, addig meg. Ma torkos csütörtök, holnap herpesz péntek. Sava írta nekünk. Legalja a sör, ha nem fogy el, házi csapoltként dupláron elviszik. Aha, mert leüllepedett a sörös hordó aljára, az már kicsit ilyen izé. Dolgoztam Balatonon, 300 darab palacsinta egy tojásból. Nem lehet, nem áll. A palacsinta tésztát azzal az olajjal színeztük, amit a lángos serpenyőből kiöntöttünk volna. Jézus Isten! Ez Zoli küldte nekünk. Atya Isten! Úristen! Mi tavaly mentünk el ilyen torkos csütörtökös kajálásra, hozzáteszem, jártunk már ott korábban, akkor két ember után fizettünk 4000-et, hideg húst kaptunk, kisebb adagokat kaptunk, és...
A latte kávén presszó méretű volt. Végül majdnem 6000 forintot hagytunk ott, szintén két főre. Amikor kedvesen panaszt tett a pincérnél, csak annyit mondott, hogy én sem panaszkodok, pedig még borravalót sem a pofátlanság határtalan. Na, hát igen. Ausztriában dolgoztam egy jobb hotelben felszolgálóként. A főnököm a haját cibálta a konyhásnak, mert a moslékba akarta söpörni az asztalról visszahozott spenót maradékot. Megmutatta neki, hogy csak azt a részt dobhatják ki, ahol beleettek. A többit kiadják újból. Jézusom. Hogy? De ez hát simán. Hát lenne lelkiismereti kérdés. Nem csinálsz a lelkiismereti kérdés. Ki van fizetve? Hát most azon ne akarjál, mert még azon nem is keresni. Ezt hallgass. Ásványvizet szállítok, és Budapest egyik elég drága éttermébe is megyünk, csak szénsavas vizet viszek, mert a pincér azt mondta, a mentes víz a csapból is folyik. Az megvan. Így van. Várja, egyszer hát nyilván köszönöm, mekkora haszonkulcs azért az a 3000-2000 forintos, nem tudom milyen, és nem akarok márkaneveket mondani, eladod. És tehát elsőre azért berendelt egy szállítmányt, hogy legyen palack. Nagyon ugye? Kemény. Azt kivitték, legyen palack. Elfogy, és utána már... Tehát figyelned kell, hogy előtte nyitja. Igen. Ugye ez a kulcs? Nézd igen. meg, hogy ott nyitják-e ki előtte. Nem, vagy azt mondod, tegye le, majd én kinyitom. Hagyja! Ne jöjjön hozzá. Nálunk ugyanazok az árak az étteremben, mint máskor is az adag is. Sok törzsvendégünk van, és jó a kaja, olyan átlátszó lenne erre a napra, ha nem változna valami. El sem tudom képzelni, valaki ilyet csinálja, szép napot, dia. Nyilván azért olvasok be ilyeneket is, hogy nyugodjanak meg azok, akik becsületesek. Tehát, hogy ez most nem róluk szól. De jó tudni azért ezeket, igen. Általában kötelező torkos csütörtök előtt egy héttel új étlapot kell készíteni, és azt egy hétig használni, a párom szakácsok így csinálják. Aha, igen, ezt mondtam én is, hogy egy vagy két hét tel előtte már nem tudsz változtatni az étlapodon, de ugye itt volt, amit a hallgatónk elmondott, hogy mi van, ha napi ajánlatot írsz ki. Érted? És akkor már meg is ugrottad ezt az étlap kérdést, hogy valóban van ilyen új étlapunk, tessék, el is lehet válogatni, na de nézze meg, hát ma, ezt most vettem a piacon, milyen igen. szép. Mi úgy tudunk spórolni, hogy mosóprogramon főzzük le a kávét. Mi van? Azt nem érted. Itt a listán egyébként az is rajta van, amit egy internetes portál összeszedett, hogy desszert után egy kis kávé, hogy például úgy csalnak, hogy a szokásos 6 gram helyett 3-at darál bele a feketébe, vagyis kevesebb a kávé tartalma, de azt már nem érzed. Fie, a kávé a legnagyobb haszonkulcsú termék, ezt ennyit elmondhatok. Ha 300 év vettél egy kávét, az na őszintén, mennyibe van az? Akkor az 5 forintba. Rohadjatok meg! Termoszba viszem a kávét, termoszba viszem a kávét. Tudod, mi fogja ki? Kávét, köszönöm szépen, nyitok, egy üres csészét legyen, és egy kis kalap, meg egy rohadmányos kockacukrot. 23 forintból állítottuk elő, na őszintén, tessék, mennyi? Na de mennyi? Ha most már ebbe belekezdtél, hogy vedd le az étlapról, mennyi a kávé? Na, 90. Kamuzol, a rohadék, 50. Mondjuk 50 forint az alapanyagod a kávéra. Van képetek 400-ért adni. Hát, tudod, nem, mi nem, olyan 50. hosszú az út, 350, ami kiér, ennyit, mi az Isten? És a víz, ami átfő rajta, tudod te mennyi energia előállítani a megfelelő nyomást egy kávéfőzőgépben? Rohadjak meg, soha mi? Többet nem iszom kávét étterem. És én mindig egy jóféle presszóval zárom az étkezés, az úgy megadja, tényleg egy dupla presszó, érted? Egy kis na, picivel. Soha többet nem kávézom. De ha 100 forintot alapanyagot számolsz is, a felét teszed, akkor fogtál egy 50-est? Hát. Ugye? 6 gram helyett 3 gram. 6 gram helyett 3. Egy ilyen löttyöt kapsz. De tényleg rohadjon meg, aki ezt megcsinálja. Ha 300-at fogtok egy kávét, hát tegyétek be azt a 6 gram kávét. De tényleg szemetek. És az, hogy az vagy kaja után már meg se érzem, hogy nem dobott annyit, mert ugye leülök. Azért adják ugye a végén. Tehát ha az elején kéred, akkor rendes presszót kapsz, ha a végén, akkor fél presszót. Hát gyerekek, torkos. Na mi van még? Mit nem fogsz étterembe csinálni ezután? Tehát dobod a brassóit, dobod a hortobágyi palacsintát, nem fogsz kávézni, nem kérsz kinyitott ásványvizet. Gyerekek, én ezért mondom, torkos csütörtök csak a Méta utcába. Ková, gyerekek, csak higgyétek el, ott a hülyének is megéri. Torkos csütörtök csak a Méta utcába. Van vákum, vagy nincs vákum. Mennyi haza, aztán beszéld meg anyuval, hogy legyen torkos csütörtök. Nem kell ezt erőltetni. Best of Morning Show. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Libegőről egy fotó, full köd. Tehát olyan köd, és ő rajta kettő ember háttal vannak lefotózva, szerintem rommá fagyva. Figyelj, a hirdetés szenzációs. Libegőzni télen is jó, nem csak nyáron. Program a kirándulás. Figyelj, olyan köd van, hogy semmit nem látsz. Két ember háttal ül egy libegőben. Nézd meg, visszafelé már nem jön senki. Visszafelé nem jön senki. Figyelj, szenzációs a kép. Libegőzni télen is jó. Tehát, hogy nem kap el az inger, hogy libegőzél. Egy ilyen
kicsit ködös, kicsit kötszitálós, tudod, ami úgy bemegy a kabátod alá, nagyon, nagyon csúszós, nagyon nyákás időben ül két szerencsétlen a libegőn, és mennek fölfelé, hát és a, lefele nem jön senki. A magad előtt ülőt nem látod. Én nagyon bírom ezt a hirdetést. Valószínűleg ez arról szól, hogyha följössz, túléled, de a föntiek már nem tudnak lejönni, mert megfagytak. Tehát fölfele még mennek, lefele már nem jön senki, mert ott vége van. Tehát fönt valami történik a hegyen. Van fönt egy hütte? Nem tudom. És mindenki ott vár, szenzációs a hirdetés. Tehát így megnézem ezt a hirdetést, hogy menjünk kicsi, mutasd a képet. Hát, a kutya fáját, hát, inkább... Ne, maradjunk inkább ott, nagyon, nagyon szeretem. Jó dolog, egyébként szeretjük. Jó, nagyon, jó, nagyon. Gyerekek, csak ezt megnéztük ezt a hirdetést, most sajogtunk egyet, hogy nem kap el a vágy, nem? Esőben, körben úgy felüljél egy a libegőzni. És egyébként például a hegymászok előszeretettel használják a libegő alatti területet futóedzésre, csak így mondom. De ez miért azok, hogy, ha esetleg ki akarjátok próbálni, akkor hát az enyhe szintemelkedés ja, miatt. Hát oda fölfutni, lefutni, lebringázni, fölbringázni, az ott elég erős. Menő. Elég menő, elég menő. Mondjuk azokat soha nem értettem, akik ott laknak közvetlenül mellett, hogy jó, nyilván az ők előbb volt ott, mint a libegő, vagy én nem tudom, mert azért ott vannak új házak is. Mindig ezen gondolkozom, ha libegőzöm a Benivel, a Bikivel, hogy mi volt előbb. Tehát ültél kint a kertedben, hallgattad a madárcsicsert, és egyszer csak csöngettek. Ki az, kicsim? A postás. Megérkezett, mit hozott? Egy levelet az önkormányzattól. Kibontottad, és azt mondja, itt libegő épp. Szeretettel, 12. keleti, telektulajdonos, van egy rossz hírünk, itt a jövő évben libegő épül. De anyjuk fölnézt, és azt mondtad, itt. És egyszer csak ledózerolták a kerted részét, jöttek a munkások, és építettek a fejed fölé egy libegőt, miközben te otthon grillezel, Józsi meg így bepöcköli a szotyogol a magot a kertedbe. Az hogy volt tényleg? A lébegő 1970-ben épült, akkor lehet, hogy a pártitkárságról jött a levél, és akkor még nem szerintem, akkor nem jött levél. Egyszer csak elkezdték építeni, mert ott a telek rögtön egy fél ár. Igen. Vagy lehet, hogy éjszaka csinálták, hogy lefeküdtél, és mire felkeltél, azt mondta, anyjuk, nem, mint van kábelpályán itt emberek ülnek egy cégbe. Mint a berlini falat. Tudod, kijöttél reggel, és akkor hirtelen ott volt. Lábakat láttál magad előtt. Úristen, a szomszéd felkötötte magát. Ja nem! Azt a betes! A szomszéd! Repülnek kicsi szajakkal! És hogy gyűlölhetik szegények, ha elmész mellettük, és akkor látszik nénit az ablakon, és akkor azt kell egy csókolom, és mint a süsűben tudod, hogy a spaletek. Figyelj, én igen, becsukodik minden. Én láttam, egy ember nem ül kint a kertjében, mindenhol az üvegen fólia van, senki nincs, szerintem ott könnyű, és már el se tudod adni. Nem, tehát az nem, a szerencsés helyzet van, eladóház, miért? Próbálj meg elhallgatni, tudod, hárman meg, majd építik azért a betonpóznát, meg húzzák a drótkötelet felfele. Úgy azért nem tudod eladni, nehezebb eladni az ingatlant, nem? Mondjuk általában sötétben is becsuk a, illetve már nem üzemel, mert fél négyig van, januárban 10 órától fél négyig van nyitva a libegő, mindenki menjen el, próbálja ki. Nagyszerű élmény. Szóval, hogy sötétedés előtt szerintem ők már nem működnek, most képzeld el, hogy feloltod bent a villanyt, a lakásba, és nem tudsz közlekedni, mert tudod, hogy emberek egy székkel elmennek előtted egy drótkötél pályán. Ez hogy van? Úgyhogy azt csinálod, hogy oda az ablakig érsz, és automatikusan legugol. Oda kúszol az ablak alatt, a másik oldalon pedig felállsz. Hát, belegondolsz, hogy reggel kimész, hogy sütögeted a kis húst, a kertedbe fekszik a feleséged, és jön a Kovács család, és ellibegőzik a fejed. Püstike, megmondom, kapaszkodjál, mert leszállunk fel a járos, és úgy megvernek, hogy se szarod magad. És már látod a fényképezőt, amit fordul felé. Lehet, hogy kaptok örök használatos bérletet a libegőhöz. A rossz hír, hogy itt libegő megy. A jó hír, hogy életük végéig, az egész rokonság ingyen libegőz. Csak elkezdesz gondolkozni, hogy mit építsél a kertet, milyen tetőt tegyél, hogy ne lássanak be. Én nagyon sokat libegőzöm, tényleg Beni nagyon szereti. Én tényleg nem látok embert nyáron se a kertbe. Hát szerintem azok gyűlölik. Hát a hirdetésem is ti vagytok. Én vagyok a libegő arca ide. Én tartom el a libegőt. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Vendégünk van itt a stúdióban,
méghozzá egy olyan ember, aki számunkra, és azt hiszem talán fogalmazhatok többes számban, olyan dolgot csinál nap, mint nap, ami mindhármunk számára kicsit érthetetlen, értelmezhetetlen. Éza, de most nem ezért van itt. De mégis egy nagyon izgalmas világ tárul föl szerintem most előttünk, és van apropója is a dolognak, hiszen nem sokára bemutatják ugye a Jurassic Park legújabb részét, én már nem tudom, Jurassic Park 4 vagy 5, ami gyermekkorunk, hát kinek gyermekkor, igen, kinek kamaszkor, igen, meghatározó filmjei közé tartozott, ugye Steven Spielberg által rendezett Jurassic Park 1991 vagy 92, amikor hát mikor nézte meg. Mikor nézte meg, akkor volt a bemutató, amikor szájtátva néztük, hogy triceratopsok, T-rexek, velociraptorok elevenednek meg előttünk, és hát életnagyságban 3D-ben, mit tudom én, mozognak a filmvásznon. Amiről most megkiderült, hogy kamu, az egész nem úgy néznek ki. Nem úgy néznek ki, igen. Akkor gondoltuk. És meghívtunk egy paleontológust, hogy beszélgessünk egy kicsit vele. Egyrészt magáról a filmről, hogy mi igaz abból, amit ott látunk. Igaz-e, hogy a T-rex az csak mozgásra közlekedett régen? Igaz-e, hogy a raptorok hárman támadnak egy előről, kettő oldalról? És magáról, erről a foglalkozásról, mint mesterség, ha valaki paleontológus, számunkra nagy rejtély. Ősi Attila vendégünk. Hello Attila, jó reggelt kívánunk! Ősi Attila, hát névvel nem szokás humorizálni. Bocsánat. Ugyanez kapta tőlem is. De gyerekek, hát ezt nem tudom kihagyni, hogy valaki paleontológus több millió éves csontokat kapargál, és közben így hívják. Hát valószínűleg már ez elrendelt volt neked, nem? Hogy... Roman Stoneman szokták mondani, de hát... Így van. Ez idegenül volt, hagyjad. Jelentsen ez bármit is. Így van, a név kötelez, ahogy mondtad. Na, te ezt már gyerekkorodban tudtad, Attila, hogy te csontok között botorkálva csontokat kapargálva mész majd? Vagy láttál te is egy filmet, és az adott egy lökést? Nem, abszolút. Engem csak a gimnázium elején kezdett érdekel, 90-es évek közepén, de már az első Jurassic Park után. De láttad a filmet? Láttam. Az lökött rajta, hogy ez legyél? Annyit nem. Nem. Amikor azt láttam én már, akkor már... Akkor te már tudtad, igen, hogy ez a jövő. A múlt a jövő. Igen, az ajkai mozikba azért nem adták egyből a Kármánkol is megjelenés után. Az ajkai mozgóban. Igen, ez egy baromi érdekes dolog, amit ti csináltok, egyben számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy kimennek felnőtt emberek, és hosszú heteken, hónapokon keresztül túrják a földöt, valaki talál egy szabad szemmel alig látható csontszilánkot, körbeálljátok, leizzadtok, felkiáltotok, és azt mondjátok, hogy úristen. Igen, meg az nem az. 60 millió éves valami. Ráadásul Magyarország, ha jól tudom, lelőhelyekben nem is annyira gazdag. Tehát itthon ezt kutatni nem is annyira hálás feladat, nem? Hát ősmaradvány lelőhelyek azok vannak szép száma hazánk területén, de mondjuk dinoszaurusz lelőhelyekben tényleg nem bővelkedünk. Tehát 2000-ig csak néhány lábnyomot ismertünk a dinoszauruszoktól, a mecsekből, amik 200 millió éves lábnyomok voltak. De az első csontokat, azokat mi találtuk meg 2000-ben a Bakonyban. És van olyan, hogy mit tudom én, egy ilyen gyengébb képességű paleontológus, amikor azt mondta, hogy nézd ott egy lábnyom, hol, és átgázol rajta, mert valaki egy kicsit mondjuk elragadott abban az adrenalintól, van ilyen, hogy... Hát biztos, de a lábnyomokat illetően nem mindegyik lábnyom olyan jól látható. Tehát van olyan, amikor egy egész sétateret találnak, 1988-ban bekövetkezett, ez geológus hallgatók fedeztek fel, tényleg több 10 méter hosszan dinoszaurusz lábnyomok tucatjait, ahol valamelyik lábnyom tök mély és jól látható, szép, háromujjú, mint egy csirke lábnyom, de van, amelyik meg csak egészen seké. Igen. De hiszen lázba jöttél, ahogy hirtelen erről a lehetről elkezdtél beszélni. Mennyi ideig kell keresnetek ahhoz, hogy végül találjatok valamit? Hosszú hónapok után van valami, vagy van úgy, hogy az ember kimegy, és az első nap után van annyira szerencsés, lehajol, és talál mondjuk egy tiranoszaurusz fogat, mondjuk. Hát tiranoszaurusz fogat itt Magyarországon nem nagyon fogunk találni, de minden esetre az biztos, hogy beletelik egy időbe. Tehát mielőtt bármibe belekezdesz, először azt kell tudjad, hogy hol keresd azt a leletet. Tehát nem úgy van, hogy bemegyünk a Bakony rengetegébe, és mindjárt dinócsontot fogunk találni. Először azt a kőzetet kell megtalálni, azt az anyagot, amiben ugye a leletek lehetnek. Ez egyrészt olyan korú legyen, ugye 85 millió éves mondjuk a bakonyi dinók esetében, de mindenképpen a dinók korából származó, ha dinoszauruszokat akarsz találni. Másik, hogy olyan környezetben képződött anyag legyen. Tehát tengeri üledékes kőzet, ami nálunk nagyon sok van, a Budai hegységbe, a Gerecsébe, a Bakonyba, vagy akár az Alföld területén is, nagyon sok helyen, persze mélyebben, ott nem keresünk dinoszauruszok maradványait, mert ezek alapvetően szárazföldi állatok. Úgyhogy azért nem volt egyszerű megtalálni, volt benne némi tudatosság, és volt benne szerencse is. Olyan nincs, hogy én bemegyek mondjuk egy múzeumba, ellopok valamit, bemegyek a Bakonyba, leteszem a földre, és 3 nap múlva megtalálom, és világhírű leszek? Ez elképzelhetetlen, hogy paleontológusok oda csempésznek valamit, hogy utána ők találják meg? Hát ezekre azért vigyázunk, úgyhogy mielőtt eljutná a Bakonyba, már az itten ülsz. Igen, de előtte rettenetesen megvernek egy sikátorbal a fejden egy zacskó. Mert valahol Görögországba bemész egy múzeumba, azt megpróbálod elhozni, lerakod itt a Bakonyba, megtalálod, és világhíres leszel. Van olyan, amit az ember felfedez ilyenkor, és mondjuk a világ számára teljesen ismeretlen? Vagy ahhoz tényleg baromi
baromi szerencsésnek kell lenni, hogy te mondjuk valami olyat találjál, amit még soha nem talált meg senki. Hát, hogyha egy olyan helyen ásol, ahol előtted még más nem ásott, és mondjuk földtani geológiai szempontból ez egy teljesen unikális hely, és az etejében olyan kőzetben, amiben tényleg még soha senki nem talált semmit, akkor van esélyed arra, hogy új dolgot találsz. Az itt mellettem látható állkapocs, ez egy 30 centis állkapocs. Ez az. Ez azt nem dinoszaurusz. Azt hittem, csúzli ágas. Ez egy ilyen V-alakú csontot igen, látunk igen, tulajdonképpen. Körülbelül 30 cm-es állkapocs, ez egy nem dinoszauruszé, hanem azoknak egy közeli rokonái, egy repülőhüllői, egy bakonydrákónak nevezett repülő. Bakonydrákó. Bakonydrákó. De jó hangzik. Bakonysárkány, annak egy állkapocs. Pontosabban arról egy hiteles, kézzel festett másolat. Ez a lelet, ez ebből egy darab van a világon. Uh-huh. Hol van az eredeti? Miért nem a Magyar Természettudományi Múzeumban van az eredeti, ott meg lehet nézni sok-sok más egyéb dinó lelettel együtt. Ha ő se lehetett egy veszélytelen állat. Tehát, hogy így azt gondolom, hogy ha a homlokomon kopogtatna egy ilyen csőr, elmerülnék neki. Na most az, hogy találtatok egy ilyet. Te leülsz a kis íróasztalodhoz, ahogy a hallgatók értsék, ez tényleg úgy néz ki, mint egy csúzli ágas. Honnan a francból rajzolod meg az egész madarat, de tényleg? Aki hát nem madár, ez ugye, egy nagyon jó tudjuk. Kérdés, és igazából az egészet szöröstül, bőröstül, színes, nem lehet ezt így biztosra mondani. Azt tudjuk, hogy mi a lelet. A csontfal vastagság elárulja, hogy a repülőhüllővel van dolgunk. A morfológiája, a csőr, ennek a csőrszerű képződménynek a tulajdonságai mutatják, hogy ez valami állkapocs, és azt is tudjuk, hogy a repülőhüllőkön belül melyik csoporthoz tartozik. Az nem azok... lehet, hogy két ujjú láb? Nem. Imádom, hogy megfejtitek, hogy mit találtak igen, valójában. Hát én ezt hozzá. Nem lehet. Nagyon szeretem, hogy szakép vagyunk. Nem lehet, hogy az valami egészen már. Én meg itt csatlakozott a bokája, ugye? Azért az egy érdekes pillanat lehet, azon gondolkozom, amikor az ember megpillant valami olyat, amit mondjuk x millió évvel ezelőtt látott valaki utoljára. Tehát azért az embernek lútbörös a hát, amikor erre gondol, hogy Jézusom, én kiveszek valamit a földből, és lehet, hogy utoljára ezt még 40 millió évvel ezelőtt látta valaki, vagy valami, nem? Hát gondolom ezért csináljátok, azért ez egy nagy pillanat lehet. Hát igen, alapvetően azt hiszem, hogy a legtöbb kutató vagy paleontológus életében ez az egyik legfontosabb momentum. Ez David Attenborough is nagyon sokszor elmondta a filmjeiben, hogy nagyon kevés olyan érzés van a világon, mint az, amikor elmész mondjuk ősi maradványokat gyűjteni, ott van egy kötömb előtted, mondjuk 150 millió éves, ráütsz egyet a kalapáccsa, ketté nyílik, és ott van benne egy ősi maradvány, amit utoljára a napfényben 150 millió éve látott egy állati vagy akármilyen szempár utoljára. És tiéd az első, aki viszont látja. Ezeket a dinoszauruszokat, amiket mi látunk ábrázolva, ezek sejtés, hogy így nézhettek ki, vagy azért ezeknek van tudományos alapja, hogy a T-rex tényleg akkora volt, a velociraptorok tényleg olyan mozgékonyak voltak, akkorák voltak? Hát ennek van tudományos alapja, a csontanyag alapján, tehát a legtöbb esetben a csontanyag alapján tudjuk rekonstruálni. Tehát például az, hogy ez az állat mondjuk hogy nézett volna ki a koponyája, ez a csont az, amit fel tudsz használni. A hossza, a morfológiája, a kiterjedés szélessége, és így tovább, ez az, amit tudsz. De az, hogy mondjuk mennyi hús, mennyi bőr volt rajta, vagy milyen színű volt, vagy tollas volt, vagy nem tudom. Az már feltételezés. Az részben feltételezés, uh-huh. Illetve közvetetten mondjuk más olyan repülőhüllők alapján tudnánk ezt a bakonydrákot rekonstruálni, aminek komplett csontváza, sőt, akár a bőrének, vagy a kültakarójának a lenyomata is ismert, mondjuk Kínából. Volt, hogy te új fajt fedeztél föl, vagy körbe telefonáltál mindenkit a világban, és azt mondta, a gyerekek, én ezt találtam, senki nem tudta, hogy mi az, ami azt jelenti, hogy egy új faj, amit találtál, ilyen lehet? Ez egy új faj volt például. És ezt te találtad? Ezt Makádi Laci barátom találta, ezt a példányt, de végülis én publikáltam. De téged hívott először. Együtt voltunk tőle, és megöltett. Laci már nincs velünk. Laci már nem mondhatja el a történet másik oldalát, viszont azóta erről te publikálsz. Tehát, hogy az ember felfedez egy új fajt, és ilyenkor mondjuk te adhatsz neki nevet, vagy te nevezheted el, hogy hívják, hogy van újon be a történelembe? Hogy igen, hogy ki publikálja, az egy olyan dolog, hogy ki az, aki adott lelettel foglalkozik. Tehát például nagyon sok leletet találtunk a bakonyban. Több mint 10 000 csontmaradvány ismert, köztük legalább egy tucat új fajjal. Ezek között van legalább 4-5 új dinoszaurusz faj. Ilyen például a Hungaroszaurusz, vagy az Ajkaceratops. És ezeknek a publikálás, mint hogy én kezdtem... Ajkaceratops? Ajkaceratops. Ajkaceratops. Az ajkát azt értette, a másik felét. Aha, és ezt a nevet adtátok neki. Igen. És mint hogy én dinoszauruszokkal foglalkozom, a dinoszauruszok esetében mondjuk úgy, hogy az én feladatom az, hogy publikáljam a leleteket, és mondjuk adjak nekik nevet. Uh-huh. És innen jönnek ezek a nevek. És de mondjuk, hogyha mindenki lebeszélt arról, hogy magadról nevezd el. Találtam egy ősi leletet találtam. Most találtál egy nagyon régi leletet, vagy már elnevezted magadról? Nem, nagyon régi, de hát én találtam, értitek? Magára az ember nem nevez el.
Nem, nincsen ilyen. Nem, magamról nevezném el. Sebestyén Raptó, azonnal. teljesen szerintelenül lelkiismeret furdalás nélkül. Tehát abban a pillanatban. Rákóczi Szaurusz. Olyan van, hogy csapkodod a földet, és mondjuk a kis érckalapácsoddal mondjuk ketté törsz egy leletet, és utána kicsit kell, és akkor kicsit ragaszgatsz, kicsit csalsz, és nem mondod el senkinek, hogy te azt éppen ketté törted a nagy kutatásban. Sokszor előfordul. Tényleg? Igen. És akkor egyik szemed sír, a másik nevet, hogy találtál, és össze is törted? Jó, hát azért nem úgy töröd össze, hogy látod és lipitjára töröd, de mondjuk úgy, hogy feszíted fel a kötömöt, vagy éppen a kis piszkutával, ez ilyen preparáló tű, azzal bontod a kőzetet, és egyszer csak így rottyan egyet, és így belehatoltál a csont oldalába, mondjuk egy csigolyába, akkor ott letisztítod, ecset, ragasztó minden, és egy fél napig ott görnyedsz, mire rendbe rakod. Olyan is, hogy egy picit visszahúzod rá a földet, és mondod, hogy Laci, fejezd már be ezt, léci! Ilyen nem fordulhat elő a mi csapatunkban. Lenne lehetőséged, lehet, hogy hülye kérdés, és létezne az időgép, és azt mondanák neked, hogy mindenféle védelem nélkül, fegyver nélkül, hadsereg nélkül, 3 napra te visszamehetsz. Mondjuk itt Magyarországon, 60 millió évvel ezelőtt. Valószínűleg meghalsz, de láthatod őket élőben. Akkor visszamennél? 75 éves koromban, igen. Igen? Meddig maradnánk életben mi emberek, ha mondjuk erre jönne egy lehetőség? Körülbelül egy ilyen világban, ahol csak dínók vannak. Nem tudom megmondani. Ez valószínűleg nem sokáig. Nem sokáig, ugye? Lehet, hogy ott egyszerűen egy trópusi betegség előbb végezne. Hát, aha. Hogy mennyire kellemetlen lenne, nem? Átkerülnél ebbe az időségbe, és annyit tudnám mondani, hogy nézd, dírok! És fizettél az utazásért 3 millió forintot. Mondod, hogy Cyranosaurus! És 15 éve korábban haltál meg, mint ahogy egyébként haltál. Mi egyébként ezt összekombináltuk a Vissza a jövőbe filmnek a történetével, biztos azt is láttátok. Fluxus kondenzátor. Hogyha mondjuk visszamész a múltba, igen? A dínok korába, pont erre a helyre. Igen? Igen, és ott leírod egy jegyzetfüzetbe, mert mondjuk áram nincs, laptopot hiába vissza, leírod egy jegyzetfüzetbe egy olyan tollal, ami nem mosódik el, és elásod egy ládába egy biztos fix helyre, egy olyan geológiai réteg, amit megbeszéljük előre. Visszamész, és mi megtaláljuk ezt a ládát, és kiszeded a hizét, és le van írva, hogy milyen színűek és mekkorák voltak. Aha, vagy? Tehát hogyha te nem tudsz visszajönni, és ott meghalsz. Nem jössz vissza, de mondjuk a Makári Laci barátomat visszaküldjük a Trabantunkkal, ami az idő Lacit. Egyébként ezt mi eljátszottuk, sőt, ezt egy Zahar István barátom meg is írta egy ilyen kis képregénybe. De geniális az ötlet, tehát nem jön vissza, de tudjátok, hogy hol keresétek. Igen. Attila hozott nekünk egy dinoszaurusznak a páncélját, amire én... Nem tudom, azt itt van nálam. Amire én rámondtam finoman, hogy gyerekek, azért térdeljünk le, mert ez egy 60 millió éves kis lelet, mire finoman kijavítottál, hogy 85. Ugye? Így van. Nem ugorhatunk itt 20-25 millió évet az időben, de hogy az ember a kezébe tud fogni valamit, ami 85 millió évvel ezelőtt élt, létezett. Szóval ez egyébként tényleg elképesztő. Tehát az ember hátal útbőrözik. Mire Jani megkérdezte, mit kérdeztél? Hogy nem, vagy a Feri kérdezte, hogy ez honnan tudjuk, hogy igazi, vagy hogy nem egy földarab, és te elmondtad, hogy azért ezt meg tudjátok különböztetni. Igen, abszolút. Hát a kőzet réteg, ami ezeket a csontokat magában rejti, az teljesen más állag. Ugye mondjuk egy homokszemekből álló kőzet réteg, egy homokkőpad, amiből kiszeded a csontokat. A csontok alapvetően, legalábbis a bakonyi dínók esetében ilyen sötét barna, feketés színűek, úgyhogy viszonylag könnyen felismered, és meg tudod határozni. A leletnek a felszíne, a textúrája, hogy milyen apró kis lyukak vannak rajta, vagy barázdák, ezek mind-mind arról árulkodnak, hogy most éppen a csontváz melyik részén járunk, hogy ez egy páncél. Mit fogunk egy dinónak a páncélját? Ez valószínűleg a Hungarosaurusnak. Ezek a nevek, mondjuk jó, ezeken ki vagyok. Ez az Ajkaszaurus, Hungarosaurus, nagyon jó. Ez az első magyar dinó, amit leírtunk innen, ezért kapta a Hungarosaurus nevet, nagyon egyszerű. Sztori, ennek egy páncélelem. Ez egy páncélos dinoszaurus volt, ami azt jelenti, hogy ilyen lapos csontpikkelyek borították a testét, a nyakától a farka végéig, több száz ilyen lelet, és ebből az egyik ilyen lelet az, ami itt a... Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy magyar városokról nevezitek el, simán lehet később, hogy Balmaz, New City, Saurus, hát hogyha mondjuk arra nem nagyon vannak hegyek, de én ennek örülök. Tudsz mondani nekünk méreteket, csak hogy értsük, hogy mondjuk egy elefánt körülbelül 6000 kiló. Mondjuk egy Brachiosaurus, ami a Benének a kedvenc dinója, mert éppen azokat tanulja, az egy növényevű, hosszú nyakú. Ja, ő a kis Brachiosaurus. Hogy milyen magasak voltak, hány kilók voltak, csak hogy összetudjuk hasonlítani emberi léptékkel mondjuk egy elefánttal, ami mondjuk tényleg 6-8000 kiló körülbelül. Ahhoz képest egy T-rex, vagy egy még nagyobb állat mekkora volt? Hát a T-rex az, ha jól emlékszem, a 12-13 méteres testhosszúságú, fejfarok hosszúságot illetően. Nem azért mondtam, hogy jól emlékszem, hogy még ott jártam. Igen, de akkor utoljára láttam. Igen.
De mondjuk a Giganotosaurus, ami ugye hogy is mondjam, csak a patagóniai T-rex, és ugye ez egy picit nagyobb, legalábbis a koponya leletek alapján. Most az az érdekes, hogy ez a Giganotosaurus, ami Argentínából került elő, kb. T-rex-el egy idős, ennek a kiállítás, egy kiállítás keretében itt voltak a rekonstrukciók a Magyar Természettudományi Múzeumban, kétszer is most már, és ugye ez egy picit nagyobbra építették meg, mint a T-rexet, holott én láttam az eredeti leleteket Argentínában, és hát azért azt el kell mondjam, hogy nincsenek komplett csontvázak, ellenben a T-rexből vannak. Ugye az egyik leghíresebb ilyen T-rex lelet, az a Sioux nevű jószág, amit egy indián rezervátum területén találtak, és hát ugye Amerikában, az USA-ban úgy van, hogy amit a földben találsz, és a te földed, az a tied. Na hát ez az indián rezervátum lett, úgyhogy a Chicagói Field Múzeum, nem tudom, széget szabad-e mondani? Nyugodtan, most már. Nyugodtan. Okay, szóval a McDonald's és a Disneyland segítségével több mint 6 vagy 7 millió dollárért vette meg a múzeum számára. Na, az egy olyan lelet, láttad élőben, vagy kiállítva? Nem láttam, sajnos. Aha, nem láttad. Hát fotót rengeteg a filmet. Na, mindenesetre az egy olyan lelet, ami tényleg az Orra hegyétől a farka végéig megvan, az alapján baromi jól tudsz mondjuk testtömeget számolni, tehát azt már rekonstruálják, beszkennelik, mindent lehet vele csinálni, és mondjuk megállapítják, hogy egy átlagos T-rex, nem tudom, itt 5-7 tonna volt, most mondtam egy számot. Tehát nem voltak azért ezek a ragadozó dinók olyan nagy tömegűek, de egy Brachiosaurus az biztos, hogy elérte 20-25-30 tonnát, és 12 méter magas volt. Atyaisten. Vetődik fel a kérdés, hogy a körülbelül 30 cm-es fejéhez, ami 12 méter magasan volt, hogy jutott el a vér? Hát egyébként igen. Nagy agy nem volt állítólag. Okosak nem voltak. Igen. Hát a testtömegéhez képest ezeknek nem. De mondjuk a raptoroknak, a velociraptornak, vagy akár a T-rexnek azért a testtömegéhez képest viszonylag nagy volt az a térfogata. Ahol abba hagytuk, Jani kérdése volt ugye, hogy látjuk a filmben magát a klónozást. Ugye azt látjuk az első részben, 92-ben, amikor a félvilág ezt benyalta, hogy egy borostyán, ugye a beszorult szúnyogból kiszívják a dínó vért, és ez alapján klónozzák a dinoszauruszokat. Ugye ez az alapfeltevése a filmnek, és erre épül aztán, hogy kiszabadulnak ebből a rezervátumból a dinoszauruszok. Ez elvileg, ha nem is most, de mondjuk 50-100 év múlva ez lehetséges lenne, vagy ezek a DNS láncok, minták, ezek nem tudnak ennyi ideig épségben maradni? Gyakorlatilag szerintem nem lehetséges. Az a helyzet, hogy bár én nem vagyok biológus, genetikus, geológus vagyok, de az a kevés info, ami így eljutott hozzánk, meg ezekkel, amikor foglalkozunk, akkor mindig valahogy képbe kerülünk, az egyértelműen arra mutal, hogy ahhoz, hogy az örökítő anyag, tehát DNS megmaradjon, vagy egyáltalán bármi olyan szerves anyag megmaradjon, ahhoz nagyon speciális körülményekre van szükség. Tehát azért találnak mamut bébiket jégbe fagyva, mert a jég az gyakorlatilag a fagy, az konzerválja, tehát mondjuk a tartós mínusz 10-20 fok alatti hőmérséklet kiváló körülmény ahhoz, hogy mondjuk egy mamut bébi 40 ezer év után megmaradjon. Csak hogy a dinók idejében még nem volt jégkorszak. És emiatt a pólusok, amik ma eljegesedett állapotban vannak, ugye egyrészt ennek az alapoka az, hogy az Antarktisz ott van most, ahol van. De az Antarktisz jóval északabbra volt a dínók idejébe, ergo a hó, a sok, nem tudott fölhalmozódni, és gyakorlatilag nem voltak eljegesedett pólusok, nem volt olyan bipoláris jégtakas, nem volt olyan hideg, mint manapság, és egyszerűen nem volt olyan környezet sehol, ahol mondjuk ilyen leletek, akár dínó tetemek meg tudtak volna maradni, akár 70 millió évig. Tehát az 50 év múlva nem fogunk egy dínó rezervátumba sétálgatni, és brachiosaurusokat és brontosaurusokat nézegetni. Hát ezt nem tudom így garantálni, vagy kijelenteni, mert vannak most már más egyéb módszerek, amik hát nem tudom mennyire humánus, vagy nem tudom, hogy is fogalmazom, milyen módszerek, de vannak most már olyan laborok, ahol a meglévő állatokból, például a madarakból, amelyek most már nagyon-nagyon biztosan tudjuk, hogy ezeknek a dinoszauruszoknak, méghozzá a ragadozó dinoszauruszoknak a leszármazottai, egy bizonyoságuké, ezeknek a genetikai állományát megbolygatva vissza tudják fejteni, és vissza tudják alakítani azt az adott madarat, és például a DNS láncát visszafejtik. Például hosszú csontos farka lesz a madárnak, vagy fogai lesznek a madárnak. Gólyából T-rex. Amikor ember is játszik, ez egy érdekes felvetés, igen. Történet, ezt csinálják ma már. Tehát például Jack Horner nevű paleontológus, aki a Jurassic Parkban a Steven Spielbergnek a fő tanácsadója volt, és egy nagyon nagy tekintő paleontológus, és neki van egy laborja, ahol ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak. Nem egy paleontológus a... rejtett, vagy éppen nem rejtett legnagyobb vágya szerintem, hogy valahogy ezeket idehozni a jelenet. Hogy létrehozza a rémgyöngyúkot. Igen, a rémgyöngyúk. Ha kell klónozni, ha kell megtalálni, ha kell újjáépíteni idézőjelesen, de valahogy láttatni a jelenben azt, ami eltűnt 70 millió éve. Nem? Hát kicsit mindenki eljátszik ezzel, hogy de jó lenne, ha még legalább három faj itt lenne közöttünk, és meg lehetne nézni. Hát akkor én munkanélkül lennék. Az biztos, igen, abban a pillanatban. De azért abban van egy pici ellentmondás, vagy nem kis ellentmondás, hogy nem, hogy szinte naponta halnak ki még létező fajok, vagy vannak olyan fajok, akik hogy a közelmúltba haltak ki, vagy a viszonylag távoli múltban, hogy erszényes farkas, vagy a dodó, és akkor mi
azon fáradozunk, vagy egyes tudósok azon fáradoznak, hogy több millió évvel ezelőtt kihaltak. De mennyivel izgalmas, ne arra, hogy a dodó dögunalmas. Egy nagy kacsa, rohadt nagy hassa, vagy egy ilyen vérfarkas madár, hát inkább egy vérfarkas madarat klónozok, nem? Most egy dodó. Hát, érdekel téged a dodó. Kicsi volt, nem tudott repülni. És ahhoz képest egy rohadt nagy sárkánygyíkot tudnék klónozni, hát a jobban érdekelne. Feri szerintem egy röpképtelen madár sokkal jobban érdekli kulináris szempontban, mint egy szóval. Azonnal át lehet vágni a torkát. Igen. Ez a sok pénz kell. Most éppen mind dolgoztok, merre vagytok? Vagy most mi tart lázban, inkább így kérdezem. Hát az egyik fontos dolog, ami ugye évek óta kb. Így zajlik, hogy a nyári ásatások anyagát, azt a kb. 1000 leletet, amit idén nyáron találtunk, azok most a Magyar Természettudományi Múzeum, illetve az ELTE-nek a laborjaiban vannak, és ezekben a laboratóriumokban ezeket a leleteket tisztítjuk, preparáljuk, és így tovább. De most emellett keresünk olyan egyéb kőzetrétegeket máshol az országban, illetve nem csak az országban, amelyekben lehetnek még szintén dinoszaurusz, vagy akármilyen más ilyen őshüllő csontok. Ez azért fontos, mert ebből az időből azért nem csak Magyarországon, Európa vidékeiről nagyon-nagyon kevés ilyen lelet van. Hát ez egy új kutatási dolog, de hát azért nem egyszerű ez, mert hát tényleg, tehát a bakonyi dinóban volt annyi szerencse, hogy néhány évvel korábban ott, ahol megtaláltuk a csontokat, ott nem volt semmi. 18 méterrel följebb egy szép bükkedő volt, és még hozzá se fértél volna a kőzetekhez. Tehát a bánya az nagyon sokat segített. De ahol mi most tudunk kutatni, mondjuk Ausztriában, vagy a Villányban, vagy a Bakony más területén, ott azok a kőzetek már évtizedek óta felszínen vannak, már megtalálták volna, ha ott egy fél méteres cupák kilóg a falból. Láttad az előzetesét a Jurassic Park 4-nek? Láttam. És mit mondasz? Hát, gagyi, ugye? A gyerekek simogatható dinók, tehát ez már tényleg a legnagyobb butaság. De komolyan mondom, szomorú, nem? Hogy mint paleontológus, ember egy ilyet megnéz, várja a nagy csodát, és aztán nyilván csalódik. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy akik egy ilyet csinálnának, ugye ez sok pénz kell, az azért csinál, hogy még több pénzt keressen. Én már nem tudom, melyik részben hangzott el az a dolog, hogy azt hiszem az ügyvéd mondta, akit a T-rex a klotyóról lekapott, azt hiszem a második részben, vagy az első részben volt. Az első rész, amikor a Jeff Goldblum lekapja. Igen, hogy ez gyakorlatilag egyszer az életben mindenki látni akarja, és bármennyit elkérhetsz érte. Tehát az, hogy lásson valaki egy T-rexet, nincs az az ember, aki ezt nem, biztos a tibeti serpák nem akarják látni, de a legtöbb gyerek látni akarja. És ez is biznisz. Igen. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. A csontot vedd ki Feri zsebéből, mert elrakta. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A 444 talált egy nagyon érdekes kis történetet, és erről akarok csak nyilván nem egy mondatot mondani, mert nem annyi lesz, hogy mi történik egy kis faluban, amit egyébként a Hír 24 is átszett, nem is ez a lényeg, nem sikerült megfejteni, hogy melyik faluról van szó, viszont lehoztak egy közleményt, hogy mit csinálnak akkor, ha a rendőrség, az adóhivatal, ha minden egyéb, vagy további hatóságok ellenőriznek a faluban, és ezt a presbiter kihirdette. A faluban, és ezt a 444 megtalálta. A cikk egyébként nagyon helyes, mert arról szól, hogy tisztelt lakosok. Szenzációs. Vissza a középkorban nagyon jó. Az elmúlt hónapok eseményei megtanítottak minket, hogy vissza kell nyúlnunk nagyszüleink eszközeihez, hogy megvédhessük magunkat. Mint azt a lakosság tapasztalta, a török-tatár időkre emlékeztető rendőrségi és egyéb hatósági prédálások zajlottak le a faluban. Súlyos pénzekre bírságolták a közlekedőket, bicikliseket, autósokat, traktorosokat. A Kossuth utcára értelmetlenül kitett 30 km/h táblánál lesben álló trafizó rendőrök, vagy a kisboltokat 20-30-50 ezer forintra büntető ilyen-olyan hatóságok. Ezért védekezésű új harangozási rendeletet vetettünk be. Figyelj, ezt imádom. Ez nagyon jó. Én ezt imádom. Fönn a toronyban a megfigyelő. Ahogy érkezik a kék autója. Félreveri a harangot. Rendőrség 2 kongatás. NAV 5. Fölsorolták. Rendőrség 2-ös pont. Rendőrség ellenőrzése során mind a három harangot félreverjük, majd a nagy harangot kongatjuk 5 percig az ellenőrzés alatt. A processzust fél óránként ismételjük minden óra negyedkor és 3/4-kor adóhivatali ellenőrzés. Óriási. Mind a három harangot félreverjük, majd a középső harangot kongatjuk ötbe. Hát én ezt imádom. Azt mondja, hogy fél óránként ismételjük az ellenőrzés alatt minden óra negyedkor és 3/4-kor. Minden egyéb hivatali ellenőrzéskor, munkaügy, ANT és a többi. Mind a három harangot félreverjük. Várják, hitem, és a kicsit. Majd a kis harangot kongatjuk a percig. De jó. Hát, nagyon hatóság jó. Együttes ellenőrzése esetén. 10 percig,
mindhárom harangot félreveljük, félreveljük és az ellenőrzés alatt fél óránként ismételjük. Egyéb iránt az elhunyt szeretteinkért, valamint az istentiszteleti harangozási rendes módon megváltoztatjuk. Jó, hát ez a... Oké. Nagyon fia, óriás, és ezt kihirdették? Igen. Vagy ez e-mailben körben, vagy a kisbíró kidobolta? Ez a presbiter hirdetmény szerint van, ez a kis kötlemény, és írják egyébként, hogy kérjük a lakosságot, hogy az ellenőrzésekről ezen és ezen a telefonszámon értesítsenek minket, hogy haladéktalanul harangozhassunk. Nagyon nagy. Ez annyira jó, hogy egyszer el kell ide menni, és meg kell hallgatni. Képzeld meg magad el a szituációt, hogy hát jobban a szomszédban egyik, vagy hívják delikvenső. Lajos, már nem hallja, hogy jön a nap! Hallja, jön a nap! Várja, hallja! Töle, ez nem is a nap, a rendőrök, megint jönnek, prédának! És akkor még írta a presbiter egy utolsó mondat, mindenki cselekedjen bölcsessége és belátása szerint. Oh, presbiter. Nagyon komoly. És ezt igen. Pont. Figyelj, ilyen összetartó kis közösség, a legnagyobb kincs. A legnagyobb kincs, védjük meg a falunkat, a lakosokat, harangjelzés. Mindenütt lehet hallani. Írja is a presbiter, tényleg, hogy a török tatár időt emlékezett. Akkor ugye a tűzvész, igen, a tűzvész, a törökvész, ugye hát félreverték, így verték, úgy verték, a haranggal jeleztek, ugye, meg hát a jelzőtüzekkel, ugye, amik úgy meggyújtott egy-egy falu, és akkor mindenki tovább gyújtotta, és tudták, hogy jön a nap, hajtsátok haza az állatokat! Meneküljük a nádasba! Asszonyok, gyerekek, be a templomba! Zárjátok be az ajtót! Te tudod, hogy mi van, amikor tűz van, árvíz van, kettőször verik félre a harangot, többszörös harang félre, tehát ezeket te ismered, vagy már elvárosiasodtál annyira, hogy... Állunk, hogy van az, tényleg? Mert megismerem nagyjából, ha félre verik a harangot. Most ez nagyon teszik, de tényleg mi az elképzelésed a vidékről, Bali, most komolyan. Tehát, ne, elmondom, most én felteszem a kérdést, fontosabb vagy. Azért ez egy régebbi sztori már, egy kicsit, mint van. Nem, arra gondolok, hogy én ezt elismerem. Bántóan városi vagyok, de tényleg, tehát sajnos nekem nem voltak vidéki nagymamáim, nem mentünk vidékre nyulat őrizni, vagy az, amit kell csinálni, azt vagy libát őrizni, vagy kecskét legeltetni, mi sajnos mindig városi nyaraltunk, de például te elmész vidékről gyerekkorodban, és hallottad, hogy a Józsi veri a harangot, és félreveri, te megismered, hogy ez most egy félrevert harang, és ez most azt jelzi, hogy árvíz, tűz, kis harang, középső persze. Harang, ezeket te így tudtad? Kis tűz, egy perces harangozás, nagy tűz, három perces, nagyon nagy tűzni, meg fölrántotta a harangozót a harangkötél. Nagyon nagy tűz, nagyon nagy láng. Igen, és akkor hogy volt, hogy amikor kis tűz volt és harangoztak, akkor számoltál 60-ig, és ha abba hagytak, akkor nem ment senki, mert ez kis tűz, nem indulják. Akkor már is oltották. Persze, hát és hivatalból mentetek, hiszen önkéntes tűzoltó egyletnek a tagjai voltak. Apád az a nagyapjától, itt a nagyapádnak a nagyapjától örökölt tűzoltós is, akkor a fejébe csak tasztán már rohadtak. Léhődőrrel mentünk, és otthonról vittük a vizet. Nyilván, és minden vasárnap 10 órakor a kisbíró kidobolta az új hirdetményt, mint a falu közepén. Csatárlánc és volt ez a mai napig is így van. A tótól a tűzig egészen csatárlánc húzódott, és egymás kezéből adtátok a vödröt a másik kezéből. És az van mostanában, hogy birkabőrre fölírja a polgármester úr a verdiktet, és ezt körbeadjuk a faluba, de mivel nálunk a faluba csak minden ötödik házban van írás tudó ember, ezért tudod, összejönnek és fölolvassák egymásnak. Hát akkor jól képzeltem, hát, hogy... Nagyon, hát és úgy volt van például, értem, hogy azt még mi mindig nem tudjuk, ezt a 2015. január 21, hanem egy nagy marha lábszár csontba, a falu jegyzője minden nap belekarcol egy rovátkát, négynél keresztbe húzza, hogy az az öt letelt a hétköznap. De ahhoz, tudjátok, hogy összeszámolják, ahhoz, hogy azt összeszámolják, ahhoz is kell a deák. Így van, a díjás tudó deák. Ő tanítja a falu lakosságát. Szóval ilyen romantikus dolgok nem voltak nálad, hogy ez így nem ment már gyerek? Hát azért ez már 30 éve volt. 30 éve még falun azért ott 40 az? 40 az lassan, nem volt ilyen? Nem. Semmi? A harangozás az megvan, de az minden faluban megvan. Azt tudom, és én azt nagyon-nagyon szeretem. Elkedül. De hogy szól egy félrevert harang? Tessék, milyen? Ezt léci szájjal. Ez léci farpofával, lejázd el nekem fuvolán. Milyen a ritmusa egy félrevert harang? Nem ding-dong, hanem csak ding-ding-ding-ding-ding. Csak az egyik oldal húzzák. Aha, tehát nem ez a szép egyenletes ding-dong, hanem csak az egyik oldala. Aki még nem élt ilyen, nyilván, ha készülődnek, már mi se. Ilyen, a negyedkor, nézd már. És a tempója is más, ugye? Tehát egy gyorsabb, ugye? Tehát érzed, hogy itt valaki nagyon nagy bajban van. Gyorsabb, igen. Gyorsabb, ja.
És már például nálunk azért van csak víztorony, ami magasabb a falu templománál, hogy tudjuk figyelni a Békéscsaba és a gyulai hordákat, amikor támadásba lendülnek. Tudod? Mert a vizet mi még mindig kútról hordjuk. Meg a szabadszígyósi rablócsapatokat. A garázda. A prédázókat. Érted? És azért kellett, építettünk egy marhan egy víztoronyt a falu közepére, de még mindenki kútból húzza a vizet, hogy oda fölmászol, azt látod, hogy jön az ellen. Ja. Porfelhő szabad kígyós felől, mindenki zárja be a kaszát, kapát egyenesíteni! Nagyjából így képzeltem. Na, annyira sajnálom, hogy nekem ez kimaradt egyébként. Mm. És akkor ott mit tudom, kimentetek 8-10 mezitláb egy ilyen marhalábszárra rugdosni, és akkor az volt az akadály. Nem, mert a marhalábszár az nem gurult, tudod? Hát te tudod, de említettem, nem volt. De hogy nem disznóhólyagból fújtuk föl a labdát, és azzal jártunk ki, és az volt a tornacipünk, hogy apánk gumicsizmáját, ami már egy kicsit megrongyolódott, az bokánál elvágtuk. És akkor mit tudom, van olyan, hogy mikor először megérkeztél a városba, és akkor mindenki elmondta, hogy hogy vesztettél le a szüzességet, az autós mozi, mit tudom én, busz megálló. Én meg meséltem, hogy hát a riska. A csűrben. A riska, a fűzni is tudott volna. A csűrben feküdtünk, amikor a riska. Gyere, Ferikém, rárakok a farára neked egy kalapot, azt majdnem olyan, mint a riska. De egyébként én ezt nagyon sajnálom. Az úgy volt például, hogy a lányokat beküldtük fejni az istálóba, és ahogy lehajoltak, akkor beszorítottuk a fejét elézé a karámba. És akkor úgy sikerült. Hát én ezeket irigykedve kérdezem kicsit. Tehát amikor én olvastam a Tüskevár című regényt, vagy olvastam, nem tudom. Az előszóig. És aztán leraktam, mert nagyon untam. Nem, nagyon szeretem Tüskevár tényleg, én ezt tényleg nagyon kedveltem, nagyon jó hangulata van. Tehát úgy ott vagy. Télen is ott vagy, nyáron is ott vagy, hát amikor ők elmennek nyaralni, és találkoznak először az öregek. De hogy nekem ez kimaradt. Tehát én Délegyházáig jutottam. Kihajtottuk a marhákat reggel. Volt ilyen? Tényleg, hogy kihajtottad őket, és este, mint egy megveszőztek, mert elhagytál egyet? Persze, igen, és dinnyét loptam a szomszédtól, zsé voltam az dinnyét árvácska. Én is loptam, nem, dinnyét én is loptam, dinnyét mi is mentünk lopni. Amikor azt a kis hímzett ködmörődet odaadtad, annak a kis sánta gyereknek. Gyerek meg. Ne, dinnyét mi is mentünk lopni, tehát mi jártunk át. Csak nektek messzebbre kellett felének csak a szomszédba. Dunavarsányban nyaraltam, és ott voltak barátaink, illetve gimnazista osztálytársaim, Majosháza, Lacháza, és mi jártunk oda velük dinnyét lopni. Amikor úgy röhögsz, hogy viszed a dinnyét, és annyira röhögsz, hogy elejted a dinnyét. És de közben menekülnöd kell, mert ugye hát őrizték a dinnyeföldeket. Tehát ilyen nekünk is volt. De ezek ebből kevés. Az csak akkor fürödtünk mi is, amikor a juhokig ítatásánál apám belelökött az itatóba. De akkor is csak nagy kabátban, mert ideg volt. És ezeket jól kezeled? Tehát tudná harangot félrevenni, gémes kutat használni? Bármikor. Igen? Lábat úgy, mosni. Úgy verek, hogy mámint patokban. Gémes kutban. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy nagyon helyes kis témával készültünk, mert hogy egy internetes oldal, egy portál összeszedte azokat a zenekar kezdeményezéseket, amik hát tulajdonképpen csak nyomokban tartalmazzák az eredetit, és a cikk arról szól, hogy van arra remény, hogy valami jó süljön ki belőle a végén, a 10 legrosszabb feldolgozást, amit valaha hallottunk. Szerintem a feldolgozás nem jó, mert a feldolgozás az, ha hozzányúlsz egy dalhoz, és eljátszod máshogy, vagy ha idézőjeles, hát akkor más máshogy. Hát ezek ugye, nem ugyanazok a dalok. Ezek nem ugyanazok a dalok, de mégis ugye különböző országokból összeszedték azokat a zenekarokat, amatőr zenekarokat, akik híres, tulajdonképpen világsztárok, nagy rockzenekarok dalait, vagy dalait játsszák, és ők ugyanazt próbálják eljátszani. Nem tribute zenekarok, csak iskolai bulikon, házi bulikon, fesztiválokon eljátszanak. Egy Red Hot Chili Peppers, egy Guns N' Roses, egy Deep Purple-t, hogy tudjuk, milyen az eredeti, hogy szól ez, ha amatőr zenészek játsszák. És többen kérték őket, elsősorban barátok, hogy még várjanak az első fellépéssel, de ők nem hallgattak a jó szóra. Igen. Na, hát nagyon-nagyon-nagyon jók vannak. Nyilván közben várunk SMS-eket is mindenkinek. Az első szárny bontogatás, hogy milyen zenekarban játszott, mi volt, besültek-e, milyen dalt adtak elő, meddig jutottak, és mikor tiltotta be őket az iskola. Szerintem minden valamire való 14 éves legalább egyszer beül egy dob mögé, és próbál suli zenekart csinálni. Nem? Hát az nagy álom, egyrészt ugye a zenekarozás, másrészt meg nagy csajozás, mi a középiskolában csináltuk meg a Mikes Kelemen szakközépiskolában Battonyán az első zenekarunkat. Ja, azt hittem, hogy a zenekarnév nagyon tetszett volna. Mikes Kelemen. Ez egyébként eljött. És hölgyeim és uraim, a színpadon a Mikes Kelemen emlékzenekar. Igen. Milyen durva lett volna. Nem, ez,
a zenekar névig nem jutottunk el. Arra emlékszem, hogy gyakorlatilag erősítőink nem voltak, és egy videóton rádiós erősítővel lehetett az kapni. Két ilyen hangfalal, azzal hangosítottuk a zenekart, és az első dalunk az az Edda Művek Kör közepén állok című dala volt, amiből annyit sikerült megjegyezni az énekesnek, hogy a kör közepén állok, kör közepén állok, kör közepén állok, kör közepén állok. Ez jó, hát figyelj, és még mindig. És még ennyi volt a szöveget, ez tehát ide jutottunk, azt hiszem itt saját szerzemény? A kör közepén állok. Ja, csak ja. Itt, nem volt ilyen, hogy viszlátradostó, meg hasonlók. Nem de jó, új de jó pedig. Na, megnézzük az elsőt. Igen, kör közepén álló Vitlát Rodostó. Igen, szabadságharc emlékére. Red Hot Chili Peppers By The Way. Szerintem mindenki ismeri a dalt. De így jó, hogy elmondtad, hogy mit fogunk hallani, hiszen akkor így beazonosítható lesz sokak számára. Igen, a következőt azt úgy csináljuk, hogy nem mondod meg, hogy jó, és nem mondom meg. Jó. Na figyeljetek, így szól az első, ez ugye tulajdonképpen egy suli zenekar, és azért érdekes a videó, írja ez az internetes portál, mert egyébként tényleg megérkezik a videó közepén egy tanárnő, aki belép, látszik a döbbenet az arcán, és próbál a pogózó diákok között rendet tenni. Így szól az, ha hát nem kellő kezekbe kerül egy dal. Az énekes nem ez rossz. Ez egyébként nem rossz. Vigyed. Aha. Nézd meg, a közönség zabálja. Szeretik. Hárman állnak, és a csávó őrjön be színpadon. Csucsak. Ez az eredeti szöveg is? Igen. Hát, hasonló. Ez egyébként még egész jó. Na, ez még egyébként nyomokban tartalmazza. Igen, ez, igen. Ez még nyomokban tartalmazza a dolgot, jó? Hogy szól? Dobos kolléga, nincs helyzet magaslatán. Senki nincs a helyzet magaslatán. Ugye ez a Survivor. Eye of the Tiger, mindenki ismeri a dal. Zseniális. Ez olyan, mint az én angolom. Nem szabadna kiállni. Sajnális. Nem szabadna ezzel kiállni. Ő mosolyog folyamatosan éneklés közben. Miért ilyen a hangja? Mintha a videó is érezte volna ebben a pillanatban, ebben a pillanatban lefagyott. Gyerekek, döbbenet. És az a helyzet, hogyha szembesíted az ilyen előadót ezzel a teljesítménnyel, akkor tökre azt mondja, hogy ne, hát nézd meg, milyen jók vagyunk. Igen. Ugye? Ha hallgass? Na. Mennyire ott voltok már? Mennyire tetszett már mindenkire? Nézd a kezét a csávónak, hogy lejátsz a figurát? Ez a legnőbb. A figurát? Hozom a figurát. Figyelj, hozom a figurát. Még két sajátdal is lebesz. Figyeljetek, itt a következő, figyelj, nagyon jó. Ez is koncert egyébként, megtörtént, és hárman vannak a koncerten, érthető, hogy miért hallgat. Figyelj. Ugye mindenki tudja, Euro? Nem. Ez száj szintetizátor. A fújós száj szintetizátor. Figyelj. Fia, az itt a gitár szóló, meghallgatnám. Jön az ének. Ugye, atyom, kéne ütni a gyerek zöld tempet. De tényleg. Atya Isten. Figyelj. Refrén, figyelj. It's the final countdown. Hogy még csak véletlenül se, annyira tiszteli a hangot, hogy nem lép rá. Mi ez? Saját magadat jön vissza, igen. Óriási, a csordabokál egy ember, és az is az érekes.
figyelj. Te emberkínzás. Nem. Na jó. Nem, a refrén még egyszer, figyelj. Az, várjuk meg, azt nem bírom elengedni. Figyelj. Kezdek a magasba. Milyen egyszer így a Európa elnyomná? Csak egy kis hangolás. Nagy közönség zene nincs. Nagy közönség, se. Stúdió, ez egyébként stúdióban se vannak. Figyelj, dobos. Ez konkrét, amit a mi csinálnánk, Jani. Tehát én gitározok, te dobolsz. Figyeld a dobot? A dobot hallgass meg. Figyelj, mennyire mellé üt. Figyelj. Basszus. De legalább a tempó egyezne. Most az, hogy fáradnak az ujjak rettenetesen. És a dobtuk másthoz. Igen. Semmi köze volt. Három ember három különböző dolgot játszik. De egyik se a Gánc. Tényleg kifáradt. Elfáradt. Itt már nem ismernél fel. Dobos, belassulj! Figyelj, én imádom. Hát ez nem lehet komoly. Egyértelmű, ez a legjobb. Állnak meg, figyelj, lassulnak. Igen. És a gitáros mit csinál, hogy? Á, gyerekek! Figyelj, én ezen sírtam, mikor és el is fáradtak, hogy vége is. Tessék? Á! De még ne. Jön a szóló. És áll a közönség, azt tudod, és nem kutya hiszi el, hogy mit hall. Ők az utolsó. Kezd kipusztulni a dolog. Egyre jobban pusztulni. És ők azt nem írják véletlenül, hogy ők azért mentek be a stúdióba, hogy rögzítsék? Vagy csak ott próbáltak, és közben valaki fölvett? Ők nem, ők most gyakoroltak. És akkor egy-két zenekaros SMS. Ritmus gitároztam egy Guns Tribute bandában. Az első fellépésünk után a mosdóba voltam, amikor odajött hozzám egy részeg középkorú motoros, megfogta vállam, és azt mondta, nagyon jók vagytok, sose hallottam még ilyen profin előadva a pokolgépet. Nekünk a gimiben volt egy rap bandánk, úgy hívták Funky Segű Srácok. Annyi önkritikánk azért volt, hogy az első gimis koncertfelkérés előtt gyorsan feloszlottunk. Nem, ezt meg kellett volna csinálni, egyen túl kell lenni. Egyet meg kellett volna. Igen, egyen túl kell lenni. Van egy hallgatónk is, Levi, hello Levi, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, na neked is volt zenekarod? Hát a zenekarnak annyira nem nevezném, de gyakorlatilag egy miskolci reformáció volt, négy tag volt benne. Most név szerint ne említsek mindenkit. Persze, ne. Nem biztos, hogy örülnének neki. Hát a lényeg az volt egyébként, hogy négyen voltunk ebbe az óriási reformációba, csak az volt a gáz, hogy az egyik tag hadart, a másik pedig össze volt. Ne! Erős csapat volt. De erős ők csak zenéltek, vagy ők énekeltek, rappeltek? Nem, ugyanúgy rappeltek ők is, aha, de az én az egészben, hogy volt fellépés, illetve egy albumot is sikerült összehozni egyébként ezzel a formációval. Lett egy albumotok? Hát tudod, ez most én otthon felvett ilyen saját kis home stúdió. És ki énekelt? Az ének, a Pössze vagy a Hadaros? Mind a kettő repelt egyébként. Nagyon erős lehet. Igen, tehát ilyen S betűknél meg Z betűknél folyamatosan effektálnunk kellett, mert gázos volt, nagyon a dolog. És te mit csináltál ebben a zenekarban? Ugyanúgy rep. Na, valamit mutasd, egy sor, tényleg. Na, miről repeltetek? Gondolom a gettó, a nyolcadik kerület, a nehéz élet, a hányatott sorsú gyerekkor, gondolom erről, nem? Vagy miről szóltak hát a dalok? A nyolcadik kerületről pont nem, mert ez egy miskolci formáció. Aha. Az Avasi telepen lakunk a srácokkal, folytasd. Kb. Ez a dolog volt, úgyhogy nem erőltetnék nagyon, sőt, valahol el van dugva ez az album, de nagyon mélyen. Ne, ha megvan, akkor egy dalt küldj már. Valaki küldj már, de belehallgatunk. De várja, lehet, hát különben emlékszem, volt egy betét az egyik srácnak, aki pont össze volt, és emlékszem, volt egy ilyen rész, hogy a faresszőnyek ízik, na most abban íz jött ki mindig. Iszik. Tehát az ízik, nem tudtad kimondani, és kb. Másfél napig vettük azt a részt. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát akkor neked. Köszi, sziasztok. Köszi, ciao.
Nekünk volt egy zenekarunk, de az első próba előtt a két tagunk összeveszett a banda névválasztáson. Máig nem beszélnek egymással, és a zenekar feloszlott. Annyira, annyira helyes sztori egyébként, de tényleg, amikor azt hiszed, hogy elindulsz a világhírnév felé, és valakinek a szobájában egy csörgődobbal, egy dobgitárral, meg nem tudom, egy háromlábossal próbáltok, nem? Igen, igen. És még mielőtt bármi történne, jön a legnagyobb akátkasz, hogy nem férnek egymás mellett meg. Mi legyen az egók? Igen. Miért baj az, hogy pössze D. Nagy Lajos is sztár lett, írja valaki? Egyébként a részegen kivisz majd haza. És mekkora dalokat írtak a bikinivel, nem? És hát a Lajos híresen pössze, de hogy jól áll neki, ez a szexepíje, és zseniális dalokat írtak. A mi zenekarunk három koncertet élt meg, írja egy hallgató. Egy bemutatkozó, egy jubileumi második, és egy búcsú koncert. De egyben volt a három. Tök helyes. Tök helyes, nagyon jó. Nekünk 13 évesen haverokkal volt egy punk zenekarunk, Torz néven. Első koncert, ahova meghívtak fellépni, anyámék nem engedtek el. Lázadó punk vagyok, anya, elmehetek koncertet? Nem, és ahova takarodj a szobádba. Előbb a tanulás. Menj be a szobádba. Oké, akkor megyek. Előbb a tanulás, igen. Jaj, Bali, annyi SMS-et beolvassátok már, hogy lassan meghívhatnátok a műsorba, Szatyi. Szatyi nagyon túlvezérelten küldi az SMS-eket, igen. A zenekar első koncertje előtt 20 perccel az énekesünk bejelentette, hogy nem tud fellépni torokgyulladás miatt. Lenyomtuk a bulit úgy, hogy a dalok egy részét a dobos, egy részét én énekeltem. Gitározás mellett. A Smoke on the Water-t instrumentálisba toltuk. Aha. Na, és akkor a végére egy kis, hát hogy is mondjam, unikum. Egy csemege. Egy csemege. Egy hallgatónk elküldte nekünk, hogy hallgassuk meg, hogy mit tud a Queen japánul. Az egyezik. Nem annyira ez rossz. Nem egyezik egyébként tényleg. Káza, mama. Káza. Ez itt a Best of Morning Show. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Miért szorongatod azt a kabátot ott mindig? Nem szorongatom, mert megyek ki mindjárt egy kicsit a friss levegőre, és vettem magamnak egy atom kabátot, kérlek szépen. Mi van? A Feri egy ilyen 40 kilós pufajka belsőben ül itt konkrétan. Nagyon fura egyébként. Vagy ha nem ül, akkor leteszi magam elé, de nagyon szorosan. Vigyázok rá, nagyon drága volt. De mitől félsz, hogy valaki attól elviszi? Mert vannak hátul kutyás őrök is, és érted, ha esetleg ráküldik, mert zavarja őket. Nyugodtan jöhet, így felemelem a kutyát, ez olyan vastagságú karomra rá. Azt én is néztem, láttam, kérdezni is akartam, hogy lehet kapni még őrbundát. Lehet kapni, és nagy méretűt, ami sátornak is jó. De figyelj, mi nem lopunk, úgyhogy mi nem fogjuk elvinni a kabátot. Feltűnően szorongatod. Azért szorongatom, mert végre megvettem álmaim kabátját, nagyon fáztam, én nagyon fázós vagyok, bementem egy boltba, mondták, hogy van. Szóra pedig a fókák se fázna. Azt értem én, de képzeld el, hogy van olyan pillanat, amikor a zsír se vég annyit. Te is ezért ittem, mert meg volt a fázva tegnap. Minusz 10, minusz 20 és minusz 30 fokig, így árulják a kabátot, mondta, hogy minusz 30. Nagyon jó, ebben nem megy bele, jó. Hagyjuk már. De hát látod, minus hogy... 30 látod, jó. Ez egy olyan, hogy csak az állatszőrét, olyan, mint hogy kirántották volna belőle a bölényt. Egy az egyben az írha. Jó, te ne szóljál, mert te neked ehhez semmi közöd nincs, János, mert se divatban, se melegségben nem vágysz ilyen minőségre. Te nem vagy fázós. Meg nem tudnánk kihasználni egy ekkora méretet, ebben hárman kellenénk. Hagyjál már ezzel a mínusz, hol van neked szükséged arra, hogy mínusz 30 fokot kibírjál? Ez egy duma. De jó jégkorszaktól fél? Jöhet még, mert megfogtuk le érdelnek okáért, ha disznóölésbe mész. Igen? Hajnalban ott még azért a 20-ak megkóstolhatnak, és onnan már csak egy ugrás a 30. Na mondjuk ennyire. Ez igaz. Mondjuk az én érdeklődésemet is biztos, hogy felkeltett volna, mert valahol ki van írva, hogy mínusz 30%. Én biztos, hogy benne. Nem, János, a Celsius. Nem, ezt vadonul maga nem tudja kifizetni, és mínusz 30 fok. Na, ennyi. És mi van abban az esetben, ha egy ilyen elalvásos sztori megint rám tör valahol? Ha megalszol a hősök terén, kicsit. Ebben nyugodtan el vagy.
Mikor szoktuk terméket tesztelni? Csütörtökön? Vagy szerdán szoktuk? Szerdán? Az ugye nem egy állandó rovat, csak amikor beesik valami. Szerdán szoktunk tesztelni? Szerdán szoktunk. Most mit akarsz vele tesztelni? Hogy mesztelenül befekszel bele és kimész az utcára? Vagy... Egyébként nem rossz ötlet. Küldjük már valami hűtőházba, tegyük már be valami hűtőszekrény. Itt van egy hűtőszekrény, a büfének van egy mély hűtőládája, fektessük már be a Ferit. Nem fekszem mély hűtőládába, mert úgy állok, vagy úgy fog járni, mint az amerikai nő, akiről beszéltünk. Beszéljük már le a büfével, hogy pakolják ki a spenótot, meg a mirelit kukoricát, fektessük már be egy hűtőládába. Kap egy sapkát, fölveszi a jacket, ha mínusz 30 és itt arcoskodsz a kabátodat, dobjuk már be ide a hűtőládába. Nem fekszem be egy hűtőládába. Miért ne feküdnél be egy hűtőládába, Feri? Mindent a műsorért. Bezár. Az egy bezártságérzés. Figyelj, csak jelzem egyébként, hogy annak idején engem feladtatok a postán. A te, az nem én voltam, az ugye? Az egy papírdoboz volt, és ketten benne voltatok. Én is benne voltam. Egy papírdoboznak ki tud rúgni az oldalát. A hűtőládán, ha rám csaptan az ára, és ott fagyok meg. Van ekkora hűtőládájuk, Lac? Vagy itt nincs ekkora hűtőláda, nem? Ha nincs nekik hűtőládájuk, jelentkezzen már egy hentes bolt. Ott vannak ilyen nagyobbak, nem? Vagy a hűtőkamrák. Nagyváradon valahol. Tegyük már be egy hűtőkamrába. Nézzük már meg, hogy mit van. Sapka. Odaadom a kabátot, menjél te. Minek? Sapka ehhez, ember? Hát kapucnia van. Nézd már meg. Dobjuk már, tegyük már meg. Már be. Írjon nekünk olyan, aki... A Dzsákulac is egy kicsit, mint a Rokit. Írjon már nekünk olyan, aki 10 km vagy 5 km van tőlünk, és van náluk hűtőház. Rakjuk be a Ferit hűtőházba. Mennyi bezárjuk 20 percre, és nem nyitjuk ki. Ha nem kamu a kabátod, akkor gyorsan le is tudjuk tesztelni. Hány van most egy hűtőkamrában? Mennyi van egy hűtőkamrában? Én nem tudom, nem váltam még be. 20? Annyi szerintem van. Simán annyi van. Szerintem van, de nincs nehogy, nehogy bevidd oda a koszt, úgyhogy mindenképpen húzd le a cipőd előtte, Feri. Jó, beteszünk egy hűtő. Ha van a büfébe, befekszel itt. Ha nincs, akkor gyorsan keresünk itt egy hentes, és kilökünk egy hűtőkamrába. Jó? 20 perc hűtőkamra teszt. Hát most, ha behoztad, nem voltunk már erre rákészülve, akkor megcsináljuk. Nem ebben járok. Vagy ez ebben egy jársz, kabát. Igen. Hát nem azért hoztam be, hogy te nézegesd, hanem hogy fázom, fölveszem. Na, egy picit büszke is vagy rá, mert kin is hagyhattad volna, és állandóan itt van. Én is azt láttam, hogy kicsit most vagizol ezzel a kabáttal. Nem vagizom, hát menő, mint kemény vagy. Ki a cég új alaca? Ismerős? Mennyi diszkántot kaptál? Nem, rajta voltam, de nem sikerült. Majd most viszont visszaigényelem. Ha átmegy a teszten, akkor visszamegyek vele, hogy nagy gyerekek most jó, lehet vakit. Egy spontán termékteszt. Vagy a hűtőbe egy hűtőkamra, mármint a büfében, aha, vagy 10 km-es körzetben egy hentesnél egy hűtőkamra. Írjanak olyan hallgatók, akik hallgatnak, és be tud menni a Feri 20 percre. Jó, és nem szegünk meg ezzel semmilyen, nem tudom, ANTSZ-es előírás. És van belül is kilincs. És van belül is kilincs, igen. Akinek van otthon esetleg egy kád folyékony nitrogénje, az is írja. Befektetjük abba. Igen. Szóval hol a Feri? Átsétált ide a henteshez, egy közeli henteshez, hogy egy picit elhelyezkedjen a hűtőházukban. Feri, hello! Hát marha vittesek vagyunk, Mr. Iceman. Egyrészt maga a mennyországa külső térre, igaz? Vinnék nektek élelmiszert, tehát sajnos nem tudok, majd itt a Lacival megesszük, mert akik ilyen rohadmányok, mint ti ketten. Gyerekek, tudjátok mennyi van a hűtőkamrában? De már be is álltál? Már benn is vagy? De még nem álltál be. Hülye, itt állok előtte, de mínusz 24-en. Na, nagyon jó helyen vagy, Feri. Hát akkor majdnem elmész addig a határig, amit ígérnek a kabátoddal kapcsolatban. Figyelj, fogd fel egy ilyen spontán terméktesztnek, erre nem voltunk berendezkedve, hát akkor most már nézzük meg. Itt van mellettem Solti Zsolt, aki egyébként a hűtőkamera, hát gyakorlatilag atya úristen és ismerője, mit teszünk mi ebbe, amikor hűtünk? Hát van benne mindenféle finomság, rántott cuccok, készített hústermékek, fagyasztott termékeket, őrzelt, bárány, ilyesmi tárolt. Bárány is van, hallod? Ezt aha. De ez ilyen állókamra, Feri? Tehát rendes be tudsz menni, vagy be kell feküdnöd ilyen nagy hűtőládába? Jó, persze, rúgjunk még a halottba, rúgjunk még a kérdőt. Most eltűntél kicsit. Látod még a szerencsétlent, aki felmeri vállalni, hogy fázik, mínusz 30 fokos kabátban. Rendes nagyméretű, a Jánosék kis szobájához tudnám hasonlítani, bár azt még sose láttam. Aha. És egyébként tisztelettel, becsülettel fogadtak volt valamiféle ilyen kis fogadóküldöttség, mint Hawaiian virágfüzére, csak itt mondjuk egy, hogy hívják, hurkakarikával a nyakad. Feri, most kicsit eltűntél, mibe beszélsz? Vagy mit csinálsz? Mit teszel? Telefonba beszélek, csak na most jó. A kabátom, hogy nem viszi át a hangot. Ja, na figyelj, nyissátok ki a hűtőkamrát, menj be, vigyél magaddal telefont, és zárják rád a kamrát. Na. Szerinted ez egészen jó ötletnek hangzik, hogy rám zárjuk a hűtőkamrát? Azt hadd kérdezem meg Zsolt közben, hogy ezt nyitható belülről? Persze. Hol? Mi az, hogy persze? Neked persze? Tehát rázárjátok, itt áll a napi, leszórakod.
Jézusom, na most viszont izgulok, hogy itt van-e térerő, hallotok még? Még igen, még nagyon jó vagy. Na, akkor mondanám, hogy mi van. Én a fogyasztott áru minden mennyiségben, és velem szemben fejmagasságban van egy beömlő nyílás, ahol te azt nem tudod elképzelni, hogy mi jön be. Nem tudod elképzelni, jeges mindenütt a dolog. Gyerekek, rohadt hideg van. Csukjátok be az ajtót. Be van csukva az ajtó? Mi az, hogy csukjátok? Már rám csukta a Laci. Nicht pánik, langsam bitte, der medve. Feri, az a lényeg, hogyha lógnak melletted ilyen nagy húsok, ne csontozzák ki egyet sem, amíg bent vagy, jó? Így van. Meg nyugodj meg, hogy mindig marad annyi alkohol a szervezetedből, hogy azért téged egy-két napig az még fűt, úgyhogy megfagyni nem fogsz. A hajszál erényben mindig van egy kis lerakódás. Kiszenvedett ma reggel fél hétkor a másnaptól. Én nagyon. Na, köszönöm szépen, én viszont nem ittam. Gyerekek, nem lehetne, hogy adjuk a francba az egészet, én kimennék. Mi van, levetted a nadrágot? Mesztelen vagy? Csak a kabáttal így beburkoltad magad, vagy van rajtad nadrág? Így van, és a pölöm hozzáfagyott a igen, erre nagyon figyelj, picit Feri, a jobb kezeden nyúj alá, és emeld meg, nehogy a előbőröd oda ragadjon. Jó, köszönöm a jó tanácsot, majd nagyon vigyázok. Figyelj, és az a lényeg, hogy ne kezdje húsokat nyalogatni, mint Dumbo ugye a felvonulónak a korlátját, mert akkor meleg vizet kell vinnünk, jó? Tehát csak bármit megkívánsz, ne nyolj bele. Mire visszaérek, olyan kemény lesz, hogy megkarcolom a Jani homlokát vele. Jó, figyelj, 10 perc, és utána mondod, hogy mi lett a teszt, jó? 10 perc, tornázzál, fűsd a kezed, hűsd a füled, 10 percet nézek, hogy a kabát alatt érzed-e, hogy mi van. Jó? A kabát alatt meleg van, én vagyok. Most már egy meleg lassan, már hogy én hipotermiás meleg. Vagy lassan egyébként, mert össze-vissza beszélsz. Jó. Na, de akkor csak óvatosan tényleg. Igyekszem, mínusz 24 a belső hőmérő. Mínusz 24. Rohadjak meg. Jó, nyomjál négy üteműt, Feri, kicsit tornázzál, nehogy aztán. Nem férek el, tudod? Tehát, hogy állva oké a dolog, de hogy úgy meg nem lehet négy ütemű fekvőtámaszt nyomni. Ahol hideg, azt már tudom mondani, a lábszáramat már nem érzem, illetve a cipőm most odafagyott a izé. Tarts ki, én nézem már csak 9,5, jó, Feri? Nem áll! Na! Feri, semmi gond, cső. 35-kor jövünk, nem ér kijönni. Szórjál ki egy kis Mirelit borsot, hogy tudják korcsolyázni. Majd viszek, azt eldugom neked az orrodba, vagy valahova. Szia, Feri! Szia! Szevasz! Viszlát! Ha-ho! Hallottad, hogy a Nagyveretéren találtak egy tök jó állapotban lévő mamut bébit? Igen. Szerinted levágta már a balcombját és elkezdte megenni? Vagy kihasította már a lépét, vagy a saját máját, és elkezdte befalni? És simán el tudom képzelni, hogy ott, ahogy hívják, ott tüzet rakott, és már ott nyásra húzott egy fél disznót. Mondjuk a Ferinek minden pillanat alkalom a disznóvágásra. Legyen szó, akkor is a Liszt Ferenc tér közepén van. Tehát ő bárhol nyásra húz egy fél disznót, ha arról van szó. Úgyhogy most már azért van egy 20 perc. Igen, de ahogy egyik kedves hallgatónk írja, sajnos név nélkül, hogy Feri gyerek kabátja mínusz 30 fokig, oké, de mi van a nadrágjával? Tehát, hogy azért szerintem ez egy jogos felvetés ebből az esetben. Hát egyébként lehet, hogy igazad van, igen, lehet, hogy tüzet gyújtott benn, és ott ül, mint a kis manó, körbeül a tüzet. Szakad a víz, de egyébként meg a lába és az arca már romában fagyva. Igen, itt a Feri. Ja, most hívjuk. És a füléhez van fagyva az iPhone 4-eset. Igen, a nyelve pedig egy ilyen kiló karajhoz oda rögzülve. Feri, hello, jó reggel! Feri, fasz a gyerek, nem fázik! Feri, fasz a gyerek, nem fázik! Figyelj, te lassan 20... Milyen hurkák! 20 perce benn vagy egy mínusz 23 fokos sütőkamrában. A kutyapályák. Következő a helyzet. A szemüvegemről jégcsapok lógnak, az orromat nem érzem, mert az pont szembe kapja a mínusz 20, nem tudom, 5 fokot vagy 4 fokot, ami jött. A lábamat nem érzem, de a kabát tart, igen, mínusz 30, úgyhogy a teszt a lelke mindennek rovatban, azt mondhatjuk, hogy működik. Látszik a leheleted? Szórakozol velem, ember? Tehát ide küldesz hivatni és megkérdezed, hogy látszik-e a leheletem? Hát szerinted mi látszana, ha nem a lehelet? Figyelj, hát, én odaadom a tartalék kesztyűmet, mert nekem már úgyis izadít a kezem. Meg tudtam, meg. Hogy ez hegyvidék, úgyhogy nálam mindvégig két kesztyű volt, úgyhogy szívesen adok tartalék kesztyűt. Tényleg aranygyerek vagy, hogy ezt most mondod, mert a telefont a fülhöz tartani az még jobb kesztyű nélkül. Viszont amit el tudok mondani, hogy 4 darab nagyobb méretű bélszint sikerült becsempésznem a kabát alá, azok már kiolvadtak, lesz mit tegyünk, ha visszaérek. Jó, hogy ne legyen nagyon feltűnő, legalább a hurka fedd le a nyakadból, jó, Feri? A ajándékba kaptuk, ne ilyet. Tényleg, legalább azt ne lopd el. De azt muszáj vinnem, azt ajándékba kaptuk, ahogy János mondta, mint a havai érkezőknek, ott virágít hurkafüzére, ez egy rendes hentes. De jó fejek, köszönjük szépen!
Nagyon, tényleg én is örülök neki, hogy felajánlották a mínusz 25-ös hűtőkamrát. Meddig akarjuk ezt csinálni, mert ez már nem vicces, jó, hogy nem, mondani. Nem, gondoltuk még, hogy a best of után még egyszer visszakapcsolunk, de gyereki akkor. Mennyire aljasak vagytok. Gyereki akkor nyugodtan. Hallgattalak benneteket, még mert Zsül volt olyan rendes, nem vette ki az adást a telefonból, vagy a fordítva, nem tudom, hogy azért majd beszélgetünk, ha visszaérek. Egyébként a Márka kertől már telefonáltok, hogy bírasz többet is, úgy, hogy maradhatnál. Tehát ha még délutánig vagyok, akkor vihetek neked is egyet, ugye? Csak ezért gondolod. Jó van, na gyere ki nyugodtan. Na, jó? Na, jó. Hős jó, vagy, tényleg. Hát jönnék. Laci! Laci! Lacikám! Laci, engedjetek már ki! Ez már egyáltalán nem vicces, igen, engedjetek ki! Fia, Laci, simán gyerekek, de belül tényleg nincs kilincs. Az a durva, hogy várj, akkor viszont följük a Lacit, mert Laci valószínűleg elment dohányozni, ne haragudj. Ne szórakozz de. Már. De. Anna, hívd fel a Lacit, hogy engedjek ki a Ferit, mert Feri kicsit beszorult oda. Ne és most már nem annyira önszántából. Nincs kilincs. Kopogjál, dörömbölj. Azt csinálom, nem kiment hallom. Valahova. Várjál, dörömbölj. Hát csörögjetek már rá a Lacira, és akkor adjátok be adásba. A Lacit? Hát persze, hát legalább tudjam, hogy hol van. Jó, add be a Lacit adásba gyorsan, hogy menjen vissza, mert a fel... Várjál, hívjuk a Lacit, maradj benn, mindjárt följük a Lacit, de hogy hol van. Vagy Budin van. Ne, kiment dohányozni a Korvin közbe, Feri, mindjárt odaér. Hogy nekem marha vicces ott a stúdióban, de ez egy 4 négyzetméteres hely. Itt vagy, Laci? Halló, hol van? Engedd ki a Ferit, mert beszorul. Ne szórakozzál már, Laci, hallasz? De tényleg kiengedjem, olyan Laci! Jó. Ez egy állat. Laci, de te hova vettél? Laci, te levettél dohányozni? Ne, itt vendégül látnak, vannak sült kolbászok, tavarja, minden. Savanyúságot is kaptam, úgyhogy... Figyelj, ha jó arc vagy, Laci, még 10 percig elmész kajálni, komolyan. Ez milyen 10 perc, Laci? Figyelj, Laci, hogyha most elindulsz, mire visszaérsz, kihűl a kolbász, ne kockáztass. Cső, Feri! Bocs! Laci! Akkor Laci, szia! Engedj már ki! Holnap Laci! Is lesz nap. Holnap hívunk, Feri! Laci! Nekem holnap kitelepülésem van, meg fog fázni! Ja, Laci! Laci, ne legyél puha! Ugyatok már neki, tényleg! Én tartom magam! De figyelj, te ott állsz az ajtó másik oldalán, és hallod, ahogy dörömből? Elég jól hangszigetel, de azért hallom, hogy nem. Zseniális. Laci, hogyha nagyon zavar, akkor menj távolabb nyugodtan. Figyelj, ha nagyon dörömből, hangosítsátok föl a zenét, Lac. Jó? Laci, ha kimegyek, megöllek. Kicsinállak. Laci! Hallod, milyen perverde röhög? Imádjam. Jó van, jó mulatás, Laci, nehogy kienged. Cső. Laci! Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Keressük az önjelölt őrülteket a családban, vagy a családon belül, ugyanis hát szerintem mindenkinek van a rokonságában legalább egy olyan ember, aki ha családi összejövetel van, karácsony van, születésnap van, névnapi köszöntés, előáll egy bizonyos produkcióval, és először 50-szer, 100-szor elmondja, megcsinálja, megteszi, elmeséli. Ugye? Hát ez minden családban van, mert hogy egy angliai asszony a családja szeme láttára lenyelt egy hátvakarót. A nő egész egyszerűen döbbenetes egyébként. Én nem tudom, hogy ő erre mikor jött rá. Vagy ő ezt már tudta magáról, hogy ő ilyen dolgokat képes. Hát hirtelen csak úgy nem ugrik be. Csak rossz az ajta, szerintem kis kanál, nagy kanál. Biztos vagyok benne. Ez a klasszik hátvakaró, aminek egy kéz van a végén, ilyen behajlított ujjakkal. Ez egy abszolút klasszik hátvakaró, igen, mutatom a videót, a nő az egész egyszerűen zseniális. Itt írja egy hallgató, hogy kérdés, hogy mi volt a mondat, amikor megtette, hogy azt mondta, hogy na nézd, apád miért jött hozzá. Elfogyott a puncsa, beigéből sincsen már elég. A lánya szeme láttára ládásul, na most ha én nem tudom, hát én nem vagyok azért annyira, nem is tudom micsoda, de hogy azért így a lányod szemmel láttára nem biztos, hogy lenyelsz egy hátvakarót, mondjuk a lányod 10 éves. Hát nem? Kinek mutatod meg először? Csak családban, nem? És hogy tetszik a produkció, aztán irány, nagy színpad. Igen, egy nagy darab szőke hölgyet látunk ezen a videón, aki mosolyogva vagy vicsorogva, ezt nem tudjuk eldönteni, támaszkodik egy asztalra. Na most vannak, tudjátok, azok a kamu kardnyelők, akik úgy nyelik le a kardot, hogy közben a kard összemegy a szájában, tudod, a 8-ból 8 fakír az nagyjából így nyel kardot.
hogy van egy műanyag kard, ami egyre kisebb lesz, lenyel, és hogy húzza ki a kard újra hosszú. A legnagyobb átverés. Hát, vagy csak ti nem vagy... jártok túl színvonalos előadáson. én már azért láttam olyat, aki elkészít, de hogy nem. Lenyeli, hogy lenyeli, egy széles pengéjű kardot? Lenyeli, hát ez egy külön művészet, ezt lehet gyakorolni, nem persze. Indiából származik a hírek szerint, és hogy van ilyen. Én láttam már most olyat is. Most menőzöl itt a Lőrinci vándorcirkuszra, érted? Hát megfogtad el, ott ült egy 8 évesen, lenyeli a kardot, fogta, és bedugta mögé, és mi hirtelen látod a vállánál megjelenni a kardot, tehát hogy láttál komoly produkciót. Nem a vállánál, a két lapockájok között jött, és nagyon mérte. Igen. Na, de nézzétek meg ezt a nőt, mert szerintem ő igazából lenyeli. Nem követendő példa, senki nem próbálja ki, nem is azért beszélünk erről, tehát tényleg ne csináljátok. Egyszerűen csak maga a dolog érdekes, hogy jut eszébe egy nőnek, egy teljesen hétköznapi háziasszonynak otthon, hogy lenyeljen egy hátvakarót. Most mindegy is, hogy mit mond, ugye elindul a videó, nagyra nyitja a száját, papa erre ugye azért nyilván büszke, és eltűnik benne a hátvakaró. Hát a papa örül, igen, de... Aha. Tehát, és nem mellé dugja, nem maga gyerekek. Mögé dugja, nem, a, nem, a, nem, nem az a trükk van, hogy oldalról látod, és úgy tűnik, ráfekszik már. Ez nagyon jó. Ráfekszik a konyha asztalra, háttal, tehát a tarkója van a konyha asztalon, és folyamatosan tolja magába a hátvakarót. Na, ez az a pillanat, ahol lebukott. Na most aztán bébukott. Hát nézd már meg, hát nem egyenes a teste. Ahhoz képest így áll a test, és így tolja magába. Vagy ez egy ilyen flexibilis hátvakaró? Az, ez egy ilyen rugalmas hátvakaró. És közben mutogat. Figyelj! Tehát magatok elé képzeltek egy Tracy kinézetű csajt, ami Tracy nézett így ki, igen. Ugye? Vagy néz ki most vagy is, ugye régebben megszólalt. Valamit ő folyamatosan mutogat, hogy mit vegyek. Hogy levegőt. Ki, húzzátok ki. Hogy fölfele, valaki húzza már fölfele. Segítsetek, húzzátok ki. És a lánya rendületlenül videózza, de valószínű, azt nézem, hogy nem először történik, mert a lány nem esik kétségbe. Tehát a nő mutogat, kalimpál, valamit próbál jelezni a lányának, a lány meg teljesen hát, egykedvűen videózza. Hát, ez nem a lány, és akkor már a statív is mozog. Mert hogy egyébként lehet, hogy fixre van véve a kamera. Gyerekek. És hogyha megfigyeljétek, amúgy középen lehet csak látni a képnek a két széle az valamiért le van fedve. Én hát, nem tudom, hogy ott mi történik mert abban a pillanatban. Álló videót csinál. Ja, ott nagypapa szöges ágyon fekszik. Igen, ott valaki térben nyúzza. Ott valaki szöges ágyra feküdt. Tehát gyerekek, most komolyan mondom, tehát tényleg senki ne próbálja ki, ne csináljátok, fiatalok hallgatnak bennünket, ne kövessétek, jó? Tehát nem azért beszélünk róla, de komolyan elmennék egy ilyen családhoz karácsonyozni. Tehát ha náluk irigy vagyok, tehát náluk, ha ez egy szimpla kedd délután, tehát mi van karácsonykor? Mi van, hát mi van egy születésnapon, ha ez egy kedd délután történt? Én konkrétan így vagyok, náluk csak olyan volt, hogy nézd, házi szilva, 2 deci, 1 húzóra. Érted, ebből sok. Tudod, mi van a két letakart oldalon? Azok a családtagok, akiknek nem sikerült. Ja, tényleg. Egyébként igen. Akiknek nem jött össze, igen. És elmondta a nő előtte, hogy na nézd, a pár is ezt szeret. A pár is azért jött hozzám. Szóval nálatok volt a családban ilyen önjelölt, én nem is tudom, bohóc, kicsit bolond, őrült, aki vagy sztorizott, és mindig ugyanazt, és te etted a levest, és tudtad, hogy 26 óra jön, és azt is tudtad, hogy egy adott pillanaton jön elő azzal a történettel. Vagy produkciózott, vagy bemutatott valamit, vagy szavalni kezdett. Mindenhol van egy ilyen őrült, após, anyós, nagypapa, nagymama, szülő esetleg, nem? Nálunk a születésnapok egyik legszebb pillanata. Még gyerekként, amíg kicsi voltál? Kicsi voltam, amikor az egyik rokon azt a dolgot szerette volna bemutatni, ez 10 éven keresztül minden szülinapkor az ő szülinapján meg kellett volna nézzük, akkor délután 3-kor érkezett meg az a pillanat, hogy na most figyeljetek, unikum, kicsi pohár, feles pohár, figyeljél, fölteszem ide az orrom végére, és már azt mondtuk, hogy nem fog megállni, fölteszem az orrom végére, meglököm az orrommal, és bekapom. Ki volt ez a szerencsés? Engedjük el. Kicsit lapos volt az orra, tehát én föltette az unikumos parrat, meglökte az orrával, és hogy az majd befordul a szájába, és ő úgy issza meg. 10 évvel, tehát egyszer se sikerült, elérkezett a 11. év, amikor az volt, hogy na most figyeljé, üresen fölteszem a poharat, megállítom, önstele, azt úgy fogom majd bele. Szóval, hogy Zoli bácsi, ne, tényleg ne. És 13 évenk minden egyes rohadt évben ezt a trükköt próbáltuk megnézni, vagy mi néztük is, de soha egyetlen. Ha valaki később a családtagok közül, az meg úgy jött, hogy Zoli bácsi unikumus trükk meg volt már. Nem, azt meg kellett várni. Figyelj, fölteszem a poharat, na, meglököm az orrommal, figyelj, most sikerülni fog, gyakoroltam. És soha.
És mindig 13 év, és a 10. mindig kellemetlenül érzed magad, tudod, hogy jön, a család felsóhajt, amikor túl van rajta, ugye? Jó, tehát, nem sikerült megint. Ingen. Ezért jó, ha minden évben születik egy gyerek, mert mindig van legalább egy új réteg, akit megtalálhat, akinek ez tetszik. Akit érdekelhet. De azt sem értem, hogy jön rá egy ilyen nő, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát látok egy hátvakarót, nem érzek ellenállhatatlan ingert, hogy lenyeljem. Vagy viszket a torkod, vagy félrenyelsz, és kerejjék a gyomrot, és keresek valamit. Tehát, hogy jössz rá egy ilyen képességedre? Hogy te a lányod előtt le tudsz nyelni egy hátvakarót. Tehát meglátod? Vagy látsz egy hosszabb cipőkanalat, és azon elkezdesz kísérletezni rá, és hogy megy a cipőkanál, akkor megy a hátvakaró is? Vagy hogy jössz erre rá? Hát valamit keresett a gyomrába, ki akarta szedni belőle, az nem lehet, hogy mit tudom én, érted? Nézd már, csirkebörgőt, de te akarsz menni az ajtón, érted, ott volt a kezében a kulcsom, de jött egy bejövő hívás, és a szájából vette a kulcsot, és elkezdte keresni a telefon. Utána lenyelte az izét, lenyelte a kulcsomot, és ott a hátvakaróban megpróbálta kihúzni. És a lány mondta, hogy vedd föl kis lányom, ez nem követendő példa, igen. Kazi azt írta, azt mondta a nő a lányának, fiatal koromban csináltam dolgokat, amire nem vagyok büszke. Igen, és még eddig a gyomromban van. És lenyelte a hátvakarót. Nálatok valami önkéntes, valami Lőrinci presszóban, valahol családi összejövetelen? Ja, nem, nálunk csak az erő... Szavalás, pohárevés, bármi, mindig, ami... Mindig az erőművészkedések, illetve De az erőművészkedés, hogy valaki belenyomotta a kis ágyba? Le tudok vele googolni, és fel tudok vele állni, és nem mindig sikerült vele... felállni, tehát egy ez volt a jó, szabad, hogy így rakja még rá, fel tudok vele állni, és egy barrel. De ez nyomorult, de ez annyira nyomorult. Ne, egy szórakoztató, persze, de hogy közben... Az csak akkor volt gáz, amikor szegény anyámat is belekeverte a pát. Na, ülj föl a hátamra! Hogy úgy alázta meg a haverét, és azt mondta, hogy ezt még Ica is megcsinálja. És jönni kellett a nyugádnak megcsinálni? Igen. Megkérdezett, ha felpakolták, de... Rápakoltak édesanyára a súlyokat, és fel kellett simálni. És tettek rá egy rudat, egy fekvegyomorudat? Hát egy rendes, hogy egy guggoló rudat, egy kétkezes súlyruda. És felrakott rá 50 kilót a pár, és anyám legyugolt, és felállt vele. Viszem el, hogy neked a nappali közepén anyádat guggoltatták egy ízé súlyzó ruddal, nem áll. És az volt a ciki, hogy a kocsikísérő haverjé nem tudták megcsinálni. És főzött tovább. De körülbelül semmibe, egy másába guggolt bele, vagy egy 50-esbe beleguggolt? Simán. Mama, azért az... beleguggolt, fölment, aztán kavargatta tovább a rántást. És te közben ott tologattad a kis lepkédet, és gondoltad, hogy a családod ilyen? Apám úgy tudott alázni, hogy senkit. És eljött az a pillanat, hogy Jalmos Janika, te mutasd meg. Jó, annyira gyenge, jó, még az Ica is megcsinálja. Itt, gyere már le! Simán megcsináltatta vele. Körülbelül egyébként ez de egy ilyen... fiatalok voltak, bohémok. De nem képzel, én akkor mindig téged látlak gyerekként. Tehát az ilyen történetek, ha valaki elmesél, mindig a gyerekre gondolok, hogy ő vajon mire gondolt, hogy ült a kis Janika, a kis mit tudom, mint cumiával, mi ott a gumiszandálban, rövid nadrágban, és hajszolgattam egy nagy lekváros kenyeret, és tök büszke voltam anyám. Igen, egyébként megvan a kép. Kis fehér zokni, szandál rajta, a kis kék adidas, vagy ilyen kis rövid, nejló rövid nadrág, egy fehér póló, amit lehettél, és egy óriási sertalóba. És volt hogy ő az én muterom. Ő az én muterom. Egy jelvény, Magyar Vörös Kereszt, meg alatt egy fővárosi gyógyszertári központ. Ilyenek voltak ott, meg másik oldalon pedig egy kiváló dolgozó csillag. Igen. Tehát a mamának a referencia videója nem rossz. Tehát ha esetleg elválnak, és akkor felkerül egy randi oldalra, nem azért, azt gondolom, hogy ez a fajta videó ezzel azért így pillantok hát alatt. Hát mennyi tűnt el benne? Jellemzés. Egy méter. 49 éves, szeretek főzni, és egy videót be. és inkább egy videót, és abszolút megvagy. Mariana, árok, jeligére várom. Igen. Na, nézzük a hallgatóinkat, ugye azt kértük tőletek, drága Morning Show hallgatók, hogy írjatok nekünk olyan családtagokat, akik szeretnek szerepelni, és különböző kúsztokat csinálnak különböző összejöveteleken, legyen szó tényleg szülőnapról, karácsonykor, bármikor, amikor kettőnél többen vagytok, úgy érzik, hogy elő kell állni azzal a trükkel, amit még nem csináltak meg, vagy már százszor megcsinálták. Nálunk a nagybátyám játszik minden lagzin légzongorán. Légzongorán. Hát Jópár pálinka után. Ez magáról nem tud. Ez a léggitárnak a komoly zenei megléje. Így van a légzongora. De valószínűleg játszik a zenekar. Játsza ugye a kis mulatos dalokat, és utána tolja. Igen. Aposom üvegpohár, hamutál, váza. Figyeld. Minden összejövetelen, ami a kezébe kerül, azt megeszi. Nem. Tegyetek ki. Láttam ilyen talpon állóban üvegpoharat tenni ember. Tehát az a típusú ember, aki megvárja, amíg sokan vannak,
fejével összetöri, fejével összetöri az üvegporrat, kér egy szalvétát a kezébe, tör egyet a fejével, kicsit megvágja a fejét, kicsit vérzik a fejével, és Sanyi, itt már mindenki ráfér, Sanyi ne csinál, Sanyi hagyd abba, megint, ha finom, ez nincsenek baja, és a vékony talpas poharat, tudod, amiben mit tudom, üdítőt töltenek, az a kicsi vékony, az jó ízűen elfogyasztja. Egy méterről láttam, nem hittem el. És utána nem pedig hittem el, hogy erre ember képes. Nem, és nem tudom, hogy mondta, hogy adjon, aranyom, adjon már valamit vele tudom folytani, és akkor kapott, mit tudom én, nem egy tudom. Fél pálinkát egy fél nyilván. Pálinkát, meg egy házmesterfröccsöt, és kész. Mert azt mondja, és hogy minden összejövetelen, meg tudod emészteni, de Sanyi hát, megevett egy üvegporrat. A szádat, azt simán el tudod vele vágni. Persze, és ebben benne van az, hogy kicsit a kezed, kicsit a szád, tehát az egész valahol egyébként nagyon nyomorult, hogy te ezt végignézed. Érzik a szárcsonya, bucsuk, borostam. És tudják, hogy Sanyi elérte azt a maligán fokot, ahol megeszik egy porrat. És már szóltak neki, hogy Sanyi, ma ne. És szólt a presszós lány, a kislány, hogy fogynak az üvegporrat. Legyen szíves, ne egyen meg ma megint egy porrat. Mondta, Sanyi készülsz berúgni. Sanyi készülsz berúgni, ne edd meg. És megeszi. Itt van velünk Laca. Hello Laca, jó reggelt. Ciao, sziasztok. Hello. Na, neked is van egy barátod, akinek van egy nagypapája. Ja, igen, Szegeden érdegélnek. És kitalálta az öreg, hogy készülget a halálra, de kicsit viccesen, és ő 80 után fabrikált magának egy koporsót. A szüli napján mindig egy olyan délután körül, mikor érkezik a vendégsereg, unokák, mi egymás, akkor ő ezt kikészíti a nappaliba, felcipeli. Felhozza a nappaliba, tehát valahol tárolja, és oda viszi a nappaliba. Ja, a tető az nincs rajta, tehát lehet látni, és halálosan komolyan eljátsza az öreg, hogy milyen lehet majd akkor, ha ott állnak az emberek, és most azt is kitalálta. Ja, van egy unoka, akit a fia rávett, hogy ha már virágot visznek, dobják is rá, és most kitalálta, hogy a boldog szülinap helyett, esetleg mehetne ez a temetési valami, így rátuningolva erre is. Igen, és abszolút, tehát egészséges, lehet vele beszélgetni, elmondja, hogy miért csinálja, igen? Ne, ő csak azért, hogy szokja. Aha. Hát ez szenzációs. És hogy kell elképzelni, hogy megérkeztek, vagy a barátod, amikor megérkezik a családi összejövetele, papa már ott fekszik, vagy belemászik mindenki szeme láttára, és megmutatja, hogy majd milyen lesz, amikor ő... Nem, ő úgy szokta csinálni, úgy szereti, hogy ő már előkészülve várja úgy abba a pozícióba többieket. Nagyon jó az. És igazából nem is lehet tudni, hogy valóban megtörtént a szomorú eset, vagy pedig... De azt képzeld el, hogy te mondjuk egy lány vagy, egy olyan csaj, aki elkezd járni azzal a sráccal, akinek ugye az apukája vagy a nagypapája, és megérkezett, teljesen ártatlan, hogy ilyen családi rendezés, és azt látod, hogy egy nagypapa tök fekszik jó. Egy koporsóba a nagyszoba közepén. Hát mutassam be a nagypapámat. Papa, kell már föl, hogy nem hiszem. Tehát inkább az mehet, hogy maradj csőben, semmit nem mondjál, csak tedd rá a virágot. És tényleg rá kellett dobni a virágot is, amikor mentetek? Vagy amikor ők mentek? Az egyik is csávó rádobta, de én azt javasoltam olyanéknak, hogy lehet, hogy meg kéne viccelni az öreget, én ott előtte játszanék el egy szívinfarktus, mintha éhalnék meg, és arra mit reagál majd a koporsóból az öreg. Felküldj be, fiam, helyettem. Egy gyors csere. És mit mondta, hogy miért csinálja? Valóban azért, amit mondtál, hogy ő felkészül erre, vagy ő így próbál ezt erre rákészülni, vagy oldani nyilván a szorongását, és humorizál, ugye? Szerintem humorosan ez nyilván valami kis hóbort a részéről, de nem elmebeteg, tehát képben van az öreg. Hol tartja a koporsót? Lent a pincében. És ez egyedül fölviszi a lakásba? Nem nehéz, nem egy nagyon komoly robosztus dologra kell gondolni, de az alakja lekente, leszínezte, tehát szép igazából. Atya Isten, hát ez... De ez tök jó, mert valahogy előkészíti a családot, és aztán nem lesz akkora dráma, amikor sajnos bekövetkezik, mert előbb-utóbb ugye befog mégis. De ez nagy arc. Szerintem az is vicces lesz. Ez nagy arcra val. Figyelj, és te voltál ott, láttad, vagy ez csak fotón sikerült, vagy te részt vettél egy ilyen, és ott voltál tényleg? Nem volt szerencsém személyesen látni, csak mesélték a barátok, meg egy fotót kaptam telefonon keresztül, hogy ez tényleg igaz. Hogy ott fekszik. Nagyon jó fej. Aha, és föl is öltözik? Tehát szépen öltönybe öltözik, vagy csak így a melegítőbe beugrik a koposó, vagy megadja a módját, és fölöltözik rendesen. Én úgy láttam, hogy öltönybe van, de ő amúgy is abba szokott részvenni. Esetleg el lehet menni úgy, hogy mindenki menjen feketébe mondjuk a születésnapjára, ha már... Aha. Papa nagyon kemény, a születésnapján befekszik egy koporsóba. Annyira ez kemény. Hát ehhez képest igen, Laca, gondolom nálatok normálisan zajlik egy születésnap, tehát ez nagyon überelni nem lehet.
Nem, általában nekem. Nyilván ez egy család is kell, aki ezt így végig asszisztálja, de nálunk nincsenek ilyen. Tényleg senki nem volt, aki az öregnek azt mondja, hogy papa, ne már. De, szerintem egy idő után már az, hogy papa mászom, papa mászom, ki legyen szíves, hogy papa mászom már ki a koporsóba. Hatodszóra már nem lepődsz meg, nem? Ha mondod, hogy papa, gyere már ki a koporsóba, léci, újak még a vendégek. Hát. Vagy lehet, hogy rá kéne gyártani egy hozzávaló tetőt, és gyorsan rászögelni, amikor betegszik. Hát ennyi év után már lehet, hogy azon csodálkoznának, hogyha nem lenne koporsó, mi történt, papa, beteg? Egyébként igen. Hát ez szenzációs történet. Laca, köszi, hogy elmondtad nekünk, vigyázz magadra, ciao. Szép napot, ciao. Hello. Családi összejövetelekkor tata felállt, most nem tudom, mit jelent, hogy tata, tehát nagypapa vagy papa, felállt, és mindenki szeme láttára elkezdi szürcsölni a tepsiből az oldalzsírt. Az oldalzsírt. Azt mondja mindig, hogy azért iszik bele, mert azt hiszi, hogy te. Nyilván azt szereti. Hát, na. Nagypapámat látogatva mindig öcsémmel meg kellett hallgatnia, hogy szintetizátorozik, pedig nem tudott. A billentyűk sorrendje fel volt írva. Nagymama mindig kényszerített, hogy tapsoljuk. Nem tudom, hogy igaz az SMS, morbid, de nagyon kemény. A kolléganő mesélte, hogy a keresztapja úgy halt meg egy közös családi vacsorán, hogy megmutatta büszkén az egész családnak, hogy kell egészben lecsúsztatni egy palacsint. De ez többször van? Már neki. Ezt elviszem. De hogy fölemeljön. Nézzétek. Fölel kiakasztod a gigádat, és csúsztatod. És legyenet. És egy ideig azt hiszed, hogy minden rendben. Jézusom, a könnyen folyik szegény. Választatok durós, válkos, diós. Milyen legyen? Adj, és nem folyik a könnyen. Hát ezek elképesztő. Elképesztő SMS-ek. Figyelj, nálunk minden családi rendezvényen keresztapám a hatrugós expandert húzza ki. Ezzel dicsekszik. Egyszer összekapta az összeszőrt a mellén. Azóta leállt róla. Azért az megvan, hogy papa egy kis klótkatyában, egy kis fehér kis atlétában megérkezik a hatrugós expanderre, te ott eszed a grill csirkét, éppen finoman, nem tudom. Vagy csak lóg a nyakába, és jön be, nagyon maga biztosra. Megy még. És a hatrugós expander neki áll keménykedni. Három rugót se húzol ki soha a büdös életben. Hatrugós, az nagyon kemény. Aposom. Minden összejövetelen előadja, hogy vitték el a fogait az UFO-k. Ő a mi emberünk. Hát én ezt... Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Az ötödik emberrel találkozom tegnap, nem tudom, hogy neked van-e ilyen élményed, de el kell, hogy mondjam, mert szörnyen szórakoztató egyébként. Tegnap voltam edzeni egy kicsit, és a recepciós lány nagyon helyesen előtte a kórházban egy hölgyike mondja nekem, hogy meglát, és azt mondja, hogy de jó, hogy itthon vagy. Azt tudod, mondom, ne haragudj, mondom, hát nem is ismerjük egymást, de mondom, ez nagyon jól esik nekem, mondom, köszönöm, hogy aggódtál. Annyira örülök, hogy itthon vagy, és annyira jó. És mondom, figyelj, hogy egyébként miért? Tehát, hogy sose láttuk még egymást, új vagy. Hát azért jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulejmán. A harmadik embertől hallom, bevegyek tegnap előtt ugye kórházbejárásra, és a nővér, Balázs maga itthon? Hát mondom, ezek szerint mondom, kezi csókolom, és mondom, de jó, hát mondom, anyám nem örült ennyire, csókolom, mondom, ez jól esik. Ja, nem maga, nem úgy, mondja nekem, tudod. Hát, de legalább őszinte. Nem úgy, Balázs, nem azért, hanem mert végre lesz Szulejmán. Igen. Mondja már el valaki, hogy mi a büdös fene történik ebben a Szulejmánban. Balázs, itthon vagy? Persze, igen, akkor Allah Akbar! Újra nézhetem a műsort. Tegnap a kis csaj még folytatja, hogy olyan vagy, mint Özil. Vagy Nözil. Vagy aha. Nüzil. Aha. Mondom, figyelj, fingom nincs, már bocsánat. Fogalmam nincs, hogy miről beszélsz. Olyan vagy, mint Nözil aha. Lányba. Mondom, Nözil? Te meg olyan vagy, mint aki 20 évvel ezelőtt is elkapta. Nem, és kiderült, hogy a Nözil, Özil, Nüzil, uh-huh. Nazin, Nezin, aha. Nüzin, ő egy lány. És hogy én ahhoz hasonlítok. Én azt mondom, hittem, hogy egy nagyon jó labdarúgó. Nem, de már lehet, hogy azzal keverem, valami Nüzin, így hívnak valamilyen szereplőt ebben a sorozatban. És mondja, hogy te olyan vagy, de hogy ez egy lány. Mondom, figyelj, egyrészt megbántasz, hogy nem nekem örülsz. Kettő, azt mondta, hogy de jó, hogy itthon vagy, mert ezt három egy nőhöz hasonlítasz. Igen, egy török lányhoz hasonlítasz. És a kegyelemdöfés, figyelj, most jön. Igen. Mondom, szeretnék kérni egy ásványvizet meg egy banánt. Uh-huh. És mondom, azt miért hasonlítok ez a Nüzilhez? Aha, ha azért, mert olyan genyó, mint te. Na jó, fizetek? Akkor fizetnék, mondom, egy barám volt, egy víz, meg a kettes pályát lehúztuk, úgyhogy nem kell lehúzni, két órát játszottunk.
figyeljetek, mi ez, amire egy fél ország most rá vagy gyógyulva? Tök mindegy, hogy melyik csatorna, és aztán nem is akarok erről beszélni, három vagy négy ember örült nekem szeretik, azért, mert végre szeretik. Lesz ez a rohadmányos Szulejmány, illetve minket meg akartak lincselni, uh-huh. És ez kiderült, hogy ez ugye tegnap volt, tehát most beszéltünk róla, mert ma nincs. Visszatér. Őszintén, fogadjunk, hogy Anna nézi. Anna, fogadjunk, hogy nézi. Ne. Ne, az összes ilyet nézed. Fogadj, hogy Szulejmán rajongó vagy, nem? Laci Zsű, itt közülünk senki? Hát. Szerintem ez egy ilyen tipikus ilyen női sorozat. Drága, jó? Tehát olyan, mint mondjuk egy Ridley Scott Gladiátor, csak Szulejmánba? Én nem nézem, de láttam belőle egy. Ki az a Nüzil? Nüzil, nem tudom. Nüzin. De hogy nagyon jó van megcsinálva, nagyon szép jelmezek vannak, nagyon jók az arcok, és állandó intrika van. Ez olyan fúrás, hogy mindenki mindenkivel, tehát az van, hogy neked tudnod kell azt, hogy ő tudja, hogy én tudom. És bekemerezik az egész Balkánt, aztán gyerekek, itt voltak 150 évig, nem elég, hogy itt voltak 150 évig, és most tényleg ezt nézzük, tehát hogy még mindig ezt sírjuk, hogy ők itt voltak 150 évig. Rengeteget köszönhetünk nekik, egy csomó minaretet, dzsámét, fürdőt, a padlizsán tévet. Van, hogy eltűnt például a székesegyházunk Székesfehérváron, amiben 300 éven keresztül temették a magyar királyokat. Csomó pozitív a csontokat. Fura a magyar, hogy 150 évig megszállnak minket, aztán ezt nézzük. Én akkor bizony tanultam el teljesen, amikor végleg, amikor beasszony azt mondta, ott a kina celebben, hogy de jó lenne otthon egy forró kakaóval nézni a Szulejmát, mondom, hát jó van, akkor nézzet, mondom, azt se fogom nézni. Úgyhogy alig várom már, amikor majd levágják az Zrínyit, amikor kirohan. Igen, otthon mi az érdekes benne? Hogy tudod a sztori végét. Igen. Tudod a sztori, a Szulejmának tudod a végét. Érted? És mégis nézi. Mégis, hogy az a kíváncsi, hogy mikor, hogy fog meghalni. De akkor te se tudod, hogy ki a Nüzin, Nüzin. Álltok valami szerelem, tehát ez egy nő, és ez egy rohadt genyó, és ehhez hasonlított tegnap. Akkor ez a főnök asszony, a vörös, a kisvörös. Ez a genyó, aki állítólag elmondta a csaj, hogy ez szerelmes abba. Fordítsak oldalt egy picit. Szia, Nüzin vagyok. Nüzin! Nüzin vagyok. Kiköpött Nunci vagy. Nem kap, igen, kikopott Nunci. De nem kaptad meg, hogy de jó, hogy itthon vagy, mert végre lesz Szulejmán. Állandóan harmadik ember után azt hittem, tökös szúrom magam. Tudod, és mindig, amikor hello, te aranyos vagy, köszönöm, tényleg jól esik. Így ja, nem azért, Balázs. Nem, tetszett, csak nem ez, hanem a Szulejmán. Leszarom, hogy itthon vagy, lesz Szulejmán. Mondod, de aranyos vagy, de helyes vagy. Na mindegy, úgyhogy. Láttam egy riportot, és a Magyarországon élő török állampolgárok nyilatkoztak benne, és ők úgy gondolják, hogy mi egy testvérnép vagyunk, és hogy ők ezért úgy közelítenek hozzánk, mint testvérekhez, és nem pedig, mint egykori ellenségekhez. Ők másképp látják ezt a török-magyar viszonyt, ahogy mi. Gondoltam is neki, hogy hát, hogyha ilyenek a testvéreink, akkor mi lehet az ellenséggel? Figyelj, kimész Isztambulba vagy bárhol, mindenki törökor, te imádnak. És mondják, hogy mondd azt, hogy zsebemben egy kicsi alma van, mert az ugyanaz törökül ugyanígy kell mondani, mint magyarul. Csak más jelent. Nem, ugyanezt jelent. Érted? És ezek ölelgetnek és örülnek. És az a tesó, hogy emlékszel? Mi ez a zsebemben egy kicsi alma, ez mi? Ez ugyanúgy van törökül is, ugyanezt mondod meg magyarul is. Zsebemben egy kicsi alma van, ezt így mondod törökül is. Ne nyalj már be minden. Ebben egy kicsi alma, a zseb az törökül is zseb. Valami ilyen különbség van. Es. Az alma és a kicsi a kicsi? Igen. Ugyanez Feri. A mondat, lehet, hogy más jelent, de... Fogadjunk, hogy Isztambulban voltál, és a bazárban két márványtojást így próbáltak rá beszélni. Nem márványtojást, alkoholról beszélgettünk, de minden. Zsebemben egy kicsi alma, ez így szól törökül is, hogy zsebemben egy kicsi alma. Igen, csak tükös fordításban azt jelenti egyébként magyarul, hogy egyél kutyát reggel. De van ilyen mondat. Most, egy csomó szavunk közös. Azt tudom, hát nyilván 150 év alatt megtanultuk tőlük. Nem, hát egy csomó mindent tőlük vettünk át, meg ők is tőlünk. Van egy csomó török eredetű szó, amit ugye magyarnak mondasz, de valóban török eredetű. Ha most hallgat minket egy török kamionos, aki beszél magyarul, és jó irányba halad, jóságban. Egy török tolmács, egy török nyelven beszélő török tanár. Van ilyen, hogy valaki földrajzott és törököt tanít? Mit tanítasz? Földrajz török tanár vagyok. Török, miért nincs földrajz török dögönyözés? Öt görög töröket dögönyöz. 555-55-00, mondja már el nekünk. Nem egy kicsi, sok kicsi alma, bocsánat. Oké, zsebemben sok kicsi alma van. Ez valóban így szól törökül, hogy zsebemben sok kicsi alma van. Hát ez gyerekek, ez szenzációs, én ezt nem tudtam. Nagyon hát jó. Ezt meghallgatnám törökül. Még annak ellenére, hogy ugyanaz, mint magyarul. Honnan tudod te ezt? Kint hallottad? Te voltál Isztambulban, igen. Persze, összebarátkoztunk. Mert megkérdezték a Ferit a bazárban, hogy mi van a zsebedben. Sok kicsi alma van. És a kicsi?
ez valamit ellopott, mi van a zsebemben? A zsebemben egy kicsi alma. Sok, nem lehet. Sok nem, figyelj, nem lehet ugyanaz. Tehát lehet, hogy hasonlít mondjuk a kicsi nem. a kicsihez, de nem lehet ugyanaz törökül a kicsi, mint magyarul a kicsi. Kicsi, így mondják kicsi. Ők is. És az ugyanazt jelenti, hogy pici, kicsi, apró. Pici, apró, így van, nem nagy. De pontosan így mondja, te nem zsebemből kicsi, zsebemből kicsi, ülmű. Na most már tényleg hívjon fel az a török kamionos, hogy bizonyítsa. Tényleg így van. Figyelj, és mit mondanak még? Hát, Allah Akbar, de ezt mi nem mondjuk például. Valaki írja, hogy fölölgözöl van. Na, tessék, látod, és az is törökül van. Még hogy Anna nem nézed. Makredi vár, már is fiát látja a trónon, saját magát pedig valakinek a helyén, míg Hürem rendületlenül próbálja tartani. Hürem! Hürem! Ezt mondta, az vagy. Azt mondta, olyan aha. vagy, mint Hürem, mondom, és tudod, kihúztam magam, na, az jó. Aha, hát egyrészt lány kettő, akkora genyó, mint te, mondom. Szevasz. Meg vagyok. Hürem, ezt a nevet mondtam. De jó. Mondtam, hogy üzil, de már is nüzüm, hüzüm, mondtam. Már is mit keres benne? Az nem a mőzgöcsölöd? Van török tanárunk? Török tanár, török kamionsofőr, törökül beszélő magyar földrajztanár, aki arab. Egy török giroszos. Egy török giroszos, aki beszél magyarul, és kebabot árul falafellel valahol a körúton. Bárki egyébként. Zsebimbe sok kicsi elma van. Na, ugye? Aha. Zsebemben hát, sok kicsi hát alma van. Hát ez aztán tényleg ugyanaz. Írja valaki, zsebimbe sok kicsi elma jó, van. Jó, persze, most ezért túlkarikírozod. Azt úgy kell mondani, zsebemben sok kicsi alma van. Ugyanaz is, ugyanazt is jelenti. Kicsi. Zsebimbe sok kicsi elma van. Török Mário vagyok, én nem leszek jó, kérdezi valaki. De jó lesz. Na mindegy, van egy hallgatónk. Na, meghallgatjuk, hogy mit mond. Hát a török tanár. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Anita vagyok, igen. Anita, hello! Anita. Te törököt tanítasz? Igen, és Feri jól mondja. Tehát zsebimben csak kicsi elma vár. Ugye, zsebemben tök ugyan. Hát ez egyébként van. Tényleg az, hogy zsebimben csak kicsi őcső vár. Ez teljesen ugyanaz, mint hogy zsebemben sok kicsi alma van. De... ez kicsit olyan... Nekem olyan volt egy picit, hogy szolárium reklám, a csoki csók. Mondd még egyszer. Van meg is a törökök. Hogy mondod? Mondd még egyszer a török. Zsebimbe. Csak. Kicsi. Ja. Ezt én magamra venném, hogy csak hagyjuk a személyeskedést. Nem, mondunk ilyeneket. Igen. Adásba főleg. Kücsük, mint kicsi, és akkor elma, alma, vár, van. Na, tök aha. ugyanaz, nem? De tényleg megdöbbentő. Tehát tényleg megdöbbentő hasonlóság. Milyen közös szavunk van még? Amin úgy egyből látszik, hát azért olyan nagyon sok, nem amire egyből látszik, mondjuk a búza például, azt nem gondolnátok. Igen. És ez nem a 150 év, az még ott Ázsiában, amikor kóricáltunk, meg később. Tehát a hódoltság idején is persze nagyon sok. A búza törökül az búdáj. Tehát, hogy a D meg a Z az azonos lenne, azt, hogy senki nem gondolná, de hogy de. Meg ott van például a piaszter, piactér. Ó, mindenképpen. Elsősorban erre gondoltam. Istenem, igen, ahogy a műveltség éppen. Hallod, a bazár meg a bazár, persze. Na, akkor ennél sokkal fontosabb kérdésünk van. Igaz-e, hogy Gültem és Balázs pontosan ugyanúgy néznek ki? Gültem? Nüzil. Az előbb még Hürem mondtál. Én nagyon hosszan gondolkodtam, hogy ki lehet az, akire Balázs akár külsőben, akár a belsőleg hasonlít. Ebben a sorozatban így nem tudtam rájönni. Volt egy másik sorozat a kezem alatt, ahol szerintem volt egy szereplő, aki igen, de a Szulejmában nem tudtam beazonosítani, hogy az ki lehet. Anita, ne mondd, hogy te is nézed, ne csináld már. Hát ez jó, neki szakmai. Neki kell. Én szakmailag nézem egyébként, tehát én vagyok a nulladik, a kiinduló hát, pont. Tehát Isten, én írom azt a nyers fordítást, amiből majd... Tényleg? Te fordítod a filmet? Igen, nézik. Igen. Ne csináld. Meg itt lányom közben sír. Igen. Te neked kell a szinkront csinálni, vagy te felügyeled? Nem, vagy nem, az egy úgy, hogy fordítod a szöveget? Igen, tehát az, hogy el tudjon indulni, igen. Tehát ami hülyeség benne, az tőlem indul, ami jó, azt meg beleírják. Aha. De jó. Figyelj, de mi igaz abból, hogy a török színészek megtanultak minden olyan nyelven, legalábbis a szövegüket, amilyen nyelven ők, nekik meg kell szólalniuk ugye a sorozatban. Tehát a németek németül, a magyarok magyarul, ezt írták vele kapcsolatban. Igen, a magyar, nem volt magyar, és úgy emlékszem, hogy ott talán nem, vagy nekem nem tűnt magyarnak, de lehet. A németre konkrétan emlékszem, igen, hogy németül. Németül volt. Jó, hát ez de miért kell megtanulni, leszinkronizálják, ezt miért kell megtanulni? Mert állítólag megtanulták a szövegüket az eredeti nyelven, ahogy nekik meg kell szólalniuk, annak megfelelően, hogy milyen szerepet játszanak.
És akkor mondták, eredeti, hogy... Az eredetiben úgy megy, hogy elindul mondjuk a szöveg németül, amikor egy német követ beszél, és akkor a második mondatnál azt átviszik ilyen, átcsúsztatják háttérbe, tehát a törökön, és akkor van előtte a török hang, amit valójában lehet érteni, de akkor hát mint hogyha egy ilyen alámondásos lenne a saját szöveg. Mi lesz a következő részben? Nem mondj semmit, mert kinyírom magam. Én nem akarok egy olyan országban élni, ahol mindenki ezt nézi. Meg kell ölnöm, ha megmondom. Nem, fogalmam nincs, hogy a tévében hol tart. De egyébként a férjemet is ezzel zaklatják. Mi a vége? Jó, figyelj, én a Titanicon is ültem be, gyerekek, beülök, megnézem a filmet, de aki elmondja a végét, azt megölöm. Tehát nagyon mérges leszek, ha elmondjátok, hogy a nagy hajóval mi történik, nem akarom tudni. Ah, Janita, de nem nézed? Hát szakmailag jó. Jó. És kinek szurkolsz? Halljátok, mit mondod? Én a török filmi barnak szurkolok. Ki ott az, aki melletted gögicső? A kislányom. Mekkora? A kis Fatima. 8 hónapos. 8 hónapos. Igen, a kis Ájse, persze. Mondj valami jót, hogy fény legyen nekem is az alagút végén. Milyen a 8. hónap? Már alszik éjszaka? Hát, bocsi, de ő kezdettől fogva végig aludt. Megszakadt a valaki, ne haragudjál, bocsássál meg, elnézi, szakadozik a vonal. Nem jöttek a fogai, mert bocsika, én kérek elnézést, tehát ennyi. Figyelj, Balázs, elmondom majd, hogy kell ilyen gyereket csinálni, jó? Hát már késő, mert már megcsináltál. Szent meggyőződésem, hogy aki azt mondja, hogy az első naptól végaludta az éjszakát, az hazudik. Ilyen nincs. Jó, tehát ez okay, nincs, okay, ez kamu. Oké, az első 2 hónapban éjszaka egyszer éjfélkor 0:00-0 perckor föl kellett emelni. Egyszer. Ennyi. Hogy miért nem ennyi. Szakad rád a plafon? Te hogy hazudsz? Úristen, persze. Egy 2 hetes gyerek egyszer fölkelt, majd megszólalt, anya pisilnem kell. Kiment, pisilt egyet, és visszafeküdt aludni. Egyszer. Visszafekve. Igen, hú, még csak éjfél, akkor még nem kell ennem. Nem, megkérdezte, anya, nem kérsz kávét? Tehát ennyi. Igen, de szerencsések vagytok. Igen. Aha, egyébként igen. Uh-huh. Na jól van. Jó van. Anita, örülünk, hogy telefonáltál. Hogy van a mondat? Még egyszer mondd, léci. Zsebén, de sok kicsük elma vár. Uh-huh. Na, mondjuk ezt nekem valaki a bazáron elmondja, nem nyúlok a zsebemhez, hogy aha, nekem is van-e sok kicsi alma azért. Nem nyúlok. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Sziasztok. Hello. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.